Na, Adri, jó lesz így a hang? Megy. Ja, ez már megy. Ó, ez már az. Igen, ez már a tartalom. Első két perc megvan. Igen, úgyhogy össze fogjuk kapni. Na jó, sziasztok srácok! Elérkezett, sziasztok. Elérkezett a nagy időpont, úgyhogy kiosztjuk a 2018-as aranymasit, amit nagyon-nagyon vártatok videójáték kategóriában. És itt van mellettem Sasa. Aki emlékezhettek a tavalyi aranymazsiból, illetve akik mondjuk elkezdték jobban belásni dolgokat a podcastekbe, vagy már ismerték előtte a Checkpointot, onnan is ismerős lehet nekik, nem? Hát nagy ritkán meghívnak barátaim. Minőségű produktum, úgyhogy... Csak azt akarnak. Kövessétek azt is. Beszéltem stökkével, ő emezett az álláspontom. Mi nem tetszik neki a produktum? Csak ha ott vagy, akkor vannak gondjai. Hát nézd! Tönkéteztek téged is. Kell a változatosság, túl jó egy podcast. Na mindegy, azért, igazából azért is van most itt Sasa, mert igazából a legtöbb ember, akit ismerek, ez te játszol a legtöbb játékkal. Főleg azért, hogy a Nintendo platformot is lefeded, és gyakorlatilag így tudunk egy olyan közös véleményt alkotni, ami szerintem az OV nézők felé is, illetve maguk szempontjából is felvállalható. Mert szoktunk az ezekről beszélni, hogy milyen játékok jönnek. Meg én bírom az ütéseket. Nem hiszem, hogy ezzel egyébként probléma lesz. A mai műsornak a struktúrája következőképpen fog kinézni. Kicsit úgy átvesztjük, hogy milyen volt ez az év. Uh-huh. 2018-ra játékosként mi hogyan tekintünk, te hogyan tekintesz én, körülbelül ezt így megbeszéljük együtt egymással, és a véleményeteket is várjuk a komment szekcióban. Utána végigmegyünk a kategóriákon, amikre ti is tudtatok szavazni az aranymazsiban. Egy apró kis sneak peek, hogy szerdán megpróbáltuk fölvenni ugyanezt az aranymazsit. Igen, és egyébként remek adás volt. Az a 20 perc. De... Na mindegy, és lényeg az, hogy akkor nem még 5000 fölött volt a szavazók számos, lezártuk, 6300 környékén állt meg. Úgyhogy nagyon aktívak voltatok, amit köszönök nektek, ugyanezeken a kategóriákon fogunk átmenni, és a végén egy kis prognózis következik, hogy mit várunk jövőre, ami lehet, hogy az utolsó év lesz ebből a generációból. Jó, és ilyen saját utolsó top 5-öt nem dobunk föl? De az is jó, te jó is, hogy mondtad, erre beszéltünk. Készített. Csak így leragadtam, tőle kicsit ilyen autisztikus hajlamom van. Én tudom, mit akarok, azt ugye eltároltam. Mindenek előtt egy apróság, szeretnék a figyelmetekbe ajánlani valamit, mert lesz egy programunk, itt vagyunk ugye most a Hyper stúdiójában, és két ünnep között, tehát karácsony és szilveszter közötti egyhetes periódusban ilyen kis beiglile mozgatós partit fogunk csinálni, tehát Beat Saberre az ötletünk támad, hogy elhozzuk a kedvenc zenéinket, mivel a játék ezeket be tudja olvasni. Lesz skandináv izé. Mindenféle ilyen agypurgáló zenéket fogunk hozni, és akkor így fénykarddal szétkaszaboljuk hozzá kockákat, egyébként te is eljöhetnél valami jó játékkal játszani. Egyébként rákattam is ezekre a Spotify-on, megnézem, hogy melyikek azok a skandináv zenekarok, aminek a meghallgatása az ilyen 1000 alatt van, és akkor... Csak ez ott az a neve mellett. Hogy aki lájkolja a Facebookon, ha véletlenül megserelem. Felé, ha nézzük, akkor gondolok ők is letakadják. Szóval igen, lesznek jó zenék a héten, úgyhogy gyertek majd mindenképpen, és akkor játszunk majd Beat Saber-t, mindenféle ilyesmit egész héten. Egy napot biztos, hogy mi is itt leszünk akkor, de egyébként hát valahogy összehozzuk, de látni fogjátok, Facebookon kövessetek, és akkor látni fogjátok, mikor jövünk. Na, de... Vágjunk bele. 2018 játékos szemmel. Nekem volt egy olyan elszólásom a Just Cause videóban, hogy 2018 iszonyú rossz év volt játékos szempontból. Én ott nem fejtettem ki, de miatt megtenném, át is adnám a virtuális mikrofont, hogy... Így az év végének a tükrében szerintem sem volt egy túl erős év. És hogyha mondjuk valaki nem feltétlenül mozgott minden platformon, ugye én azért rengeteg platformon játszom, tehát nekem mindig volt mivel játszanom. De ha mondjuk nem lettem volna PlayStation user, akkor úgy konkluzálnám ezt az évet, hogy hát ez egy borzalmas év volt. Ha a Sonyt előtérbe helyezem, akkor meg azt mondom, hogy volt egy tök jó éveleje, ami körülbelül kitartott a pókemberig, és aztán utána nekem az utolsó három hónap az főleg a csalódásokról szólt, nem feltétlenül az emlékezetes játék pillanatokról. Melyik volt az játék, hogy átbezuhantatta ezt az évet? Hát több is. Fallout, Just Cause, Red Dead, és a Red Deadet ne úgy értsetek, hogy egy rossz játéknak éltem meg, hanem én azt gondoltam, hogy a Red Dead lesz az a játék, amelyik ezt a nyitott világú zsánert egy szinttel magasabb pozícióba emeli, mint ahol tart, és sok szempontból nálam nem ugrotta meg azt a lécet, amit én vártam a Rockstartól, hogyha ezt egy bármelyik másik kiadó csinálta volna, akkor azt mondom, hogy egy elképesztő alkotás, aminek majd a következő részét az minden falat ledönt.
Úgyhogy nekem a Sony kiúzta ezt az egész évet így a szarból, hogyha fogalmazhatok így. Abszolút egyébként, én mondjuk a Nintendo-nak a címeit nem játszottam, de a Sony az magasan túl teljesítette még az iparági standardet is, hogyha erre az évre húzhatunk egy ilyet. Igen, és szerintem ugyanazt fogja csinálni jövőre is. A Nintendo nekem nem volt olyan sikeres mint az év, mint a tavaly, mert tavaly azért volt egy Mario Odyssey, volt egy Zelda, és idén igazából egy Super Smash Ultimate volt az, amire nagyjából fölépítették az évet, meg egy ilyen kicsit kiherélt Pokémonra. Meg az Octopath Traveler volt. Meg az Octopath Traveler, amit inkább a nosztalgia vitte, rengeteg időt öltem bele, és nem tartom egy rossz játéknak, de azért nem egy Zelda vagy Mario szintű franchise, független attól, hogy ez nagyon nagy siker lett az is. És volt még egy Microsoftunk, akik két kudarc után hozták a kötelezőt egy Forza Horizonnel, amit én speciál kezdek picit unni. Úgyhogy nagyjából így értékelem az évet, hogy ez szerintem nem volt egy jó év, és nagyon várom a következő évet, aminek az első negyed éve szerintem durvább lesz, mint ennek az utolsó hat. Hát az már most látszik, közben fölöttünk táncolni. Na, meghallották, hogy lesz buli. Egyébként tényleg ez az utolsó, úgyhogy ez a szokásos novemberi, október végi, november végéig tartó hajrálni mostani játékiparban, és minden évben van. Ez marha tömény volt, egyébként szerintem tavaly töményebb volt. Én most nem éreztem, hogy most egészen szellősre sikerült. Tavaly töményebb volt, mert ugye tavaly jött egy Evil Within, meg egy Wolfenstein, ami ugye elhalálozott, meg akkor ugye most nagyon látszik már az a tendenciáról, tavaly is beszéltünk, hogy a kiadók nagyjából próbálnak kimenekülni ebből a november-decemberi időszakból, és csak az olyan nagy ágyúk, aminek biztos eladásai vannak, FIFA, Battlefield, Call of Duty, és itt a Battlefieldről már úgyis beszélünk, hogy ezt ők is megsínlették, és mindenki elkezdte a játékait ugye előre tolni a következő pénzügyi negyed év első negyed évébe, ugye ezt csinálta a Sony is annó a Horizonnel, ezt csinálták idén egy csomó játékkal, Detroit, God of War, és még sorolhatnám, tehát ezek azok a játékok, Detroit, God of War, Spider-Man, amik mondjuk 5-6 évvel ezelőtt egy holiday season-ös játékok voltak, viszont rájött a Sony, hogy fölösleges ebbe a darálóba betenni olyan címeket, amikben egyrészt iszonyatos sok munka, másrészt pénz van, és ezeket a címeket simán le tudják adni ők már február, március, április magasságában is, úgyhogy nincs akkor a konkurencia harc, mert azért az látszik az eladásokon még mindig, hogy az év vége az a multiplatform címekről szól, és a FIFA meg a kód azért nagyjából elviszi a vásárlások zömét, és ezek mellé nem feltétlenül fér be még 60 dollár egy-egy játékra, és most meg a jövő év lesz ez a daráló, mert nem is... Február 22-ben ugye sokat poénkodtunk is, hogy konkrétan nem is, hogy elejére egyetlen hónap, egyetlen napján időzni mindenki mindent. Tehát, és most onnan menekültek is azért nagyon sokan, ugye a Metrót előre, a Days Gone-t későbbre tolták. Igen. A Sony okosan csinálja ezt is. Úgyhogy itt azért jó cuccok lesznek, de erre majd visszatérünk a 2019-re majd egy későbbi részben. Ami érdekes egyébként, hogy én pont egyébként az aranymazsis videó miatt bepótoltam egy komoly elmaradásomat a Spider-Mant. Na, hajrá. És de jó volt, nem? Jó játék egyébként, nekem borzasztóan tetszik. Igazából... Pont amit beszéltünk is, hogy ha lenne most egy erősebb játék, akkor nem hiszem, hogy most Spider-maneznék. De így, hogy nagyon nincs, igazából ez egy eléggé adekvált dolognak hangzik, de nekem ez egy ilyen kicsit űrkitöltő játék. Tehát én nem tudom igazából nevesíteni, mi az, amitől jobban működik, mint a Red Dead, de nekem valahogy úgy élőbbnek működik, tűnik az egész világa, mint a Red Dead, és nem pusztán azért, mert a vadnyugati környezet az a prériről, meg a kietlen pusztáról szól, a belváros meg nyilván nyüzsgőbb, de vagy ettől függetlenül is valahogy több teendőt látok benne, tehát Peter Parker hátizsákjainak a keresését izgalmasabbnak tartom, mint a őslények kutatása. Hát igen, ez mondjuk ez egy ilyen szubjektív dolog, de az, ami miatt nekem nagyon tetszett a Pókember, amellett, hogy az év egyik legnagyobb meglepetése, hiszen a megjelenése óta fönn van az eladási top listákon, top 20-ból még nem csúszott ki, tehát egy elképesztő nagy anyagi siker. Nagyon jól nyúltak a témához, nagyon jó sztorit csináltak hozzá, azt a még New Yorkba játszódik, tehát azt a aránylag kis területet, amit mondjuk összehasonlít, ez egy Far Cry-jal vagy egy Red Dead területével, azért annak a töredéke, ezt iszonyatosan jól belakták, és így tiszteletbe tartották a játékosok idejét, amit sok játék most nem tesz meg, és nekem ilyen a Red Dead is, meg ilyen az Assassin's Creed Odyssey is, hogy pont úgy adagolták patika mérlegen a kontenteket, hogy minden elemét ki kell próbálnod a játéknak, és minden eleméből annyit tettek bele, amit még úgy szívesen végigjátszol. Ami miatt esetleg még szívesen beleugrasz az első DLC-be, meg a másodikba, meg a harmadikba, és nem az van, hogy 100 órákat beleölsz abba, hogy mondjuk, nem tudom én, dinoszaurusz csontokat keresgélsz,
Itt szerintem a kevesebb több logika alapján egy nagyon intenzív 10-15 órás élményt kaptál, aminek minden percét élvezted, és amit így végigjátszottál. Tehát azért ma már, ha megnézed a statisztikákat, nagyon kevés játékot játszanak végig a gamerek. Igen, és ebből szempontból egyébként nagyon, most ne értsetek félre, de nagyon marveles lett egyébként a játék. Tehát nagyon könnyen adja magát a játékmenet is, tehát nem az bízza rád, hogy ha találsz mondjuk Peter Parker hátizsákot valahol mondjuk New York belvárosában, akkor ügyes vagy, hanem konkrétan megjelöli az összeset a térképen, hogy tudsz odamászni, vagy megtalálod, hogy konkrétan egyiket kurva sokáig kerestem a metró alapútban, ami volt. Az egyik ilyen bemélyedés mögött volt. Igen, és azt is ugyanisen csinálja, hogy amikor megunnád már a mondjuk pókerberbe a szerepedet, akkor kiránt, és áttesz egy másik karakterbe, amivel egy picit más játékmenettel, meg más játékélménnyel találkozol. Az MJ-e például? Például, de lesz még majd más, nem játszottad végig, akkor még nem akarok spoileresni. 20% nem vagyok, úgyhogy ezeket is jól csinálja, és persze vannak benne repetitív bázisfelszabadítások, de még sincs benne annyi, mint mondjuk egy Assassin's Creed Odyssey-be, ami körülbelül arról szól. Hogy az a játék nagyon megfáradt egyébként, azt csak én érzem úgy. Én szerettem az idejét, hanem jó volt a megújulás, jót tett neki. De mi újult meg benne? Ebbe az újba? Vagy az újba. Hát az, az előző rész óta vett egy új fordulatot, az egész, hogy megpróbált kicsit kinyílni, megpróbált egy kicsit szabadabb lenni a szónak a... Ugye kevesebb a toronyház és több a sivatag? Igen, ugye ebben most megjelentek ezek a küldetések, amikben dönthetsz, hogy mit válaszolsz, és annak azért van következménye, egyébként több és nagyobb következménye vannak, mint például a Red Dead ben véghez vitt cselekedeteidnek. Azt hogy reklámozták, hogy lesz hatása a cselekedeteidnek a világra, és ha van is, nem látszik. Hát ilyen nagyon szkriptelt, és nagyon jó lett a harcrendszere, és ez az, ami nekem a legfeljobb pontom az AC játékokban általában az volt, hogy nem könnyen adta magát, és ebben most, hogy megváltoztatták ezt a, ugye eltűnt a pajzs, és megjelent a Perry, illetve a karaktered szintjéhez mindig felhúzzák a küldetéseket, tehát mindig van kihívás a játékban, az nekem bejött. Viszont abból a szempontból rossz, hogy így iszonyatosan elhúzódott maga a játékidő. De szerintem ez nem egy rossz irány, próbál vicseresedni úgy, ahogy sokan mondják a fórumokon, és tényleg ez így is van. Hát igen, csak mondjuk a Witchernél ezt egyszer megkaptad, és akkor az úgy azt úgy toldozták felfelé, hogy még több legyen content, és nem évente akartak lenyomni neked egy... Hát most ugye következőben nem lesz. Tehát azt most látták, hogy megjelent az elő tavalyi, az ugye sikeres lett az Origins, erre ráhúzták az Odysseyt, ami szerintem annyi fejlődés hozott, amennyi szükség volt ahhoz, hogy ne érezd egyelőre egy ilyen teljes rókabőr lehúzásnak, és most lesz egy évszünet. Azt lehet látni az eladásoknál, mert az Assassin's Creed Odyssey az mondjuk mennyire váltotta be azokat a reményeket, amit az Origin-nel elindított? Hát az Odyssey az nagyon jól ment, tehát az visszahozta a sírból a franchise-t. Az Origin-re gondolsz? Az Origin, igen. Hogy az Odyssey hogy áll ehhez képest, azt egyelőre nem publikálta senki. Az eladási listákon rajta van, de hogy ez most mit jelent számokban, ez majd kiderül, amikor a Ubisoft bejelenti. Még mielőtt rátérném magára a konkrét listára, egy gondolat magáról, erről a mostani játékipari állapotokról, amit én úgy gondolom, hogy nagyon nehéz nem mondjuk a Fallout 76-tal azonosítani, mert az a fajta balhé, ami abban volt, az nagyon könnyen ráhúzható egy teljes ipari hozzáállásra, amit a játékiparban láthatunk. Hát azért olyan, amit ő történt, az nem hát a Just Cause 4-nél gyakorlatilag ugyanezeket a megúsztós dolgokat látjuk igazából. Igen, de a Just Cause azért nem egy Fallout, tehát az sose volt egy sikeres. Nem úgy értem, tehát nem akkoráról estek, de ugyanúgy egy kurva nagyot estek. És lássad, egy olyan brand, aminél egyébként kikövezett út volt, tudtuk, hogy mit kell csinálni, és nem voltak irreális elvárások, hogy Fallout, nem mit kell csinálni egy Fallout 4-et MMO mértékben, aztán ennyi. Egy Just Cause-nál igazán meg kell csinálni a Just Cause 3-at, csak ne legyenek frame dropok, és ennyi. És ezt a szintet nem sikerült megugrani úgy egyébként, hogy a játék, most esetben a Just Cause, még maga, korábban önmagához képest, a 3-hoz képest is pocsékul néz ki. És ennek kapcsán egyébként azért mondom, mert hogy YouTube-on látok mostanában egyre többet elszaporodni olyan jellegű összehasonlításokat, aminek a clickbait jellegén túlmenően az igen elgondolkodtató, hogy juthattunk el odáig, hogy 2018-ban bevált franchise-ok zakóznak akkorát, mint a téli kapát. Hát figyelj, meg lehet nézni ezt az oldalát is, és tényleg a Fallout ez egy kivételes példa erre, mert ott egy 20 milliós franchise-ba vertek most egy elképesztő nagy szöget. Hogy ennek az volt az oka, hogy a részvényesek miatt ki kellett jönni egy játéknak, mert a Bethesdának ugye idén nem igazán volt nagyon más, tehát azért kellett valahonnan bevételt generálni. És itt egyébként jól működött az, hogy ezt a vevők lereagálták, és megbukott a pénztáraknál is, tehát ez nem egy olyan játék lett, ami egyébként borzalmas szar, de mindenki megvette, hanem ez egy olyan borzalmas szar játék lett, amit még azt se vett meg, aki mondjuk az elmúlt 10 év összes Falloutját végigjátszotta. Én, hát tudod, ez lehet a pohár félig tele, meg félig üres.
De ha belegondolsz, akkor történtek jó dolgok is, mert születtek régi, és már azt mondtuk, hogy talán kiégéshez közeledő franchise-ok, mint a God of War, vagy nak egy olyan rebootja, ami azért mindenki számára egy váratlan meglepetés volt. Lett egy tök jó remastered, vagy akár több is, mint például a Colossus. Uh-huh. Tehát igen, ez a két játék, ez azért... Igen, de ezek Sony címek, tehát mind kivételnek ugyanahoz a névhez köthető. Hát, tehát ahogy az Zeldát újította meg a Nintendo, igen, de elvileg a Gears of War-t akarja a Microsoft jövőre, tehát hogy azért vannak próbálkozások. De ez mennyire köthető ahhoz, hogy szerinted igazából magának a játékiparnak a jövőjét, azt, amiket felsorolta, ezek mind konzol tulajdonos cégek is egyben, platform holderek, ahogy tetszik. Tehát tekinthetjük úgy, hogy igazából a multiplatform piac az igazából így elkezd átállni, hiszen ez ilyen megúszásos vonalra, és akitől mondjuk az igazi quality contentet várhatjuk, azok inkább a platform holderek. Hát figyelj, az szerintem évek óta látható tendencia, és ez szerintem minden egyes szinte, majdnem minden egyes fejlesztőre igaz, hogyha bejön egy sikersztori, akkor azt addig húzzák le róla a bőrt, amíg abban van még vér, és hogyha látják, hogy elkezdődött valami negatív spirál, akkor próbálnak rajta változtatni. De addig nem feltétlenül nyúlnak hozzá, így halt el egy Guitar Hero széria, így jutott el addig anno a FIFA, hogy meg kellett újulnia, mert a PES az, mit tudom, 10 évvel ezelőtt Kenterbe verte. Így jutott el a Nintendo oda, hogy egy bukott konzol után egy abszolút szemléletváltást követően egyrészt bevállalt egy merész konzolt, másrészt bevállalta a jól bejáratott franchise-ainak a rebootját, ha nevezhetjük ezeket annak. Úgyhogy szerintem ezek egy ilyen folyamat, ezek szerintem mindig megvolt. Én azt sajnálom egyedül, és azt vettem észre pont, mikor veled beszélgettünk, hogy az FPS műfaj tűnt el a szónak a klasszikus single player értelmében. Tehát nagyon régen játszottam már például történetorientált, nem nyitott világú, first person shooter, amiben van sztori, amiben van mesterséges intelligencia, mint mondjuk régen a Fear-ben volt, vagy a Halo Reach-ben, vagy akár előre hozhatjuk a Bioshockot is, ami azért nem feltétlenül egy FPS a klasszikus értelemben, uh-huh. De azért mégis egy FPS. Hogy ezek így eltűntek, tehát én nem is emlékszem, mikor játszottam utoljára FPS-sel ezzel a Guardians. Most vadul gondolkodok egyébként, hogy mikor játszottam én is mondjuk kifejezetten történetorientált FPS-sel, de most így nagyon így első blikre nekem sem ugrik be semmi. Most a fárkája menő, mert nyitott világú, mert ez, és ha jó, valamiért ez az egész egyelőre megbocsátja a játékos közösség, mert ez az idei fárkája is minden rekordot megdöntött, hát igen, aminek köszönhetően nem sokára jön a következő. Csak annak ugye a történet rész az inkább egy ilyen szinopszis szintjén megneked, hogy van a gonosz szekta vezér, és minden mást azt meg szét kell lőni a pályán. Igen, igen. Úgyhogy nem tudom, hova tart az iparág, meg mi lesz itt az elkövetkezendő években, de azért van, minden évben találunk azért egy olyan dolgot, amit be tudunk kapni. Persze, tehát ha utálnánk ezt az egészet, akkor szerintem senki nem játszana. Csak azért akartam ezeket fölvetni neked, mert hogy mégis ezek a fajta kapaszkodók segítenek nekünk meghatározni, hogy milyen volt ez az év, hogy ezt a szűrőt magunk elé téve, ezt a filtert, ahogy tetszik, igen, tudjuk értelmezni, hogy ezek az egyes kategóriák, ami az aranymaziban van. És tegyük hozzá, hogy még nagyon megpecsételte az évet a Battle Royale játékmód, ami én emlékszem, amikor az Electronic Arts kategória menedzserével beszélgettem jó pár hónappal ezelőtt, és ő akkor azt mondta, hogy a Fortnite eladásai bizony az ő felmérésekkel alapján még a FIFA-ra is kihatással lett. Mert az a célcsoport, aki FIFA-zik, és ugye kikerült nemrég a Sony-nek egy achievement listája, amit a Sony hivatalosan kiadott, és akkor visszaszámolták, hogy nagyjából mennyi FIFA player volt az előző játékban PlayStation-on, és 30 millió fölötti példányt számolt. A 30 millió fölötti játékos száma volt csak a PlayStation platformnak FIFA-ból. És ők azt mondták, hogy ilyen 2%-ban mérik a Fortnite FIFA-ra gyakorolt hatását, ugye mínuszba. De várj, a FIFA játékosok átvándoroltak Fortnite-ozni. Nem, a FIFA játékosoknak van egy célcsoportja, nem tudom, én mit tudom én, 15-től 23-ig most csak hasraütök. És az a célcsoport most Fortnite-ozik. Ja, és mivel Fortnite-oznak négyen általában a csapatban, ezért nem biztos, hogy meg fogja venni a FIFA-t, mert most nem fog kiszakadni azért ebből a Fortnite közösségből, hogy ő most FIFA-zgasson, és ahogy nézem a számokat, a FIFA tényleg megsínlette. Most az is lehet, hogy azért, mert nem lett olyan jó, mint a tavalyi, de nyilván azért a piackutató cégek alaposan fölmérik
a jelenlegi gaming állapotokat, és azért tisztán látszik, hogy a Fortnite uralja ezt. Lenne egy olyan rossz májú megjegyzésem így a FIFA-ra most, hogy így, ez az idei játék, ez nem jött be annyira a közönségre, de inkább nem sütöm el, mert nem akarom senkit megbántani. Nem jön be, de így is el fog menni belőle 50-60 millió, azt most mondom. Nem féltem az Electronic Arts-ot. Legalábbis ettől nem féltem. Egyébként, amikor majd be fog gyűrűzni hozzájuk a FIFA eladási mínusz, ami egyébként ugye kezdődött a Battlefront-nak a kezdeti rossz számaival, ami leértékelés után hirtelen felszökött, majd folytatódott a Battlefield-öttel, mint valószínűleg ugyanezt el fogják játszani, és ugyanúgy sikeres lesz a végére. Valószínűleg előbb-utóbb be fognak jutni odáig, hogy a FIFA-nál is. Egyébként engem rendtetően megdöbbent ez, hogy ők Fortnite-ban mérik mondjuk a FIFA mínuszokat. Nem Fortnite-ban mérik, hanem a piac előtt elemeznek, tehát elemzők végzik, hogy nagyjából hogy készüljenek az év végére, és ott kijönnek ezek a számok. Ez hogy most mindenki ez lecsapódás. Ezzel nem csak ők számolnak, hanem ezzel szerintem számol az Activision is, meg számol egy csomó cég. Tehát... Ennyire másik kategória lenne mondjuk például a Battlefield célközönség, vagy a Battlefront célközönség, hogy mondjuk ők is ebből nincs. Tehát, hogy ez persze. Ez nem a FIFA. Ez nem a FIFA. Csak ez be az a kulcsa, ugye, vagy az a meglepő, hogy ez nem csak a magát mondjuk a first person online játszható FPS-eket veszélyezteti mondjuk egy Fortnite elképesztő méretű játékos száma, hanem bizony akár a játékokra is rányomhatják a bélyegüket, mint mondjuk egy FIFA, ami papíron azért nem sok, nincs köszönő viszonylag sem egymással a két játék, de igen, mert az a célcsoport, aki játszik vele, az lehet, hogy emiatt nem vesz meg egy játékot, mert minek, mikor úgyis Fortnite-ozom, és olvasályba Fortnite-ozik mindenki. Jó, akkor viszont így szerintem ez a 18-as évet, ezt szerintem így nagyjából le is zárhatjuk, és akkor térjünk rá arra, amiért voltak éppen itt vagyunk, ez pedig az aranymazsi. Legjobb akció kalandjáték. Ja igen, a kategóriákkal kapcsolatban egy apró kis megjegyzés, ezt minden évben elmondom, hogy miért van külön választva a legrosszabb játék a legnagyobb csalódástól. Igen, ezt csomóan félreértik. Ezt magyarázzuk meg, tehát mind a kettő ugye azt jelenti, hogy nem váltotta be a játék a hozzáfűzött reményeket, de vannak olyan játékok, amik úgy nem váltják be a hozzáfűzött reményeket, hogy egyáltalán reményt tápláltunk hozzá, és vannak játékok, amik úgy lesznek a legrosszabbak, hogy semmiféle reményünk nem volt vele kapcsolatban. Én lehet, hogy... Nagyon szép monológ van, én mindeskül azt majd egyszer idézni fogom. Na, igen, nézzétek vissza. Tehát például most nekem például a... Most mit mondjak neked? Itt most pont nem látok az égvilágon semmit. Na. Lehet, nem is nyomtattuk. Mivel segítsünk? Ja, de ott van. Tehát például a legnagyobb csalódásban például nekem ott volt a Metal Gear Survive, amiről tudtam, hogy nem lesz mondjuk egy ilyen Kojima hiányában, nem lesz egy ilyen twisted történet az egésznek, de szerintem benne volt egy jó zombis játéknak az alapja. Tehát abban a nyílt világú valamiben, hogy lehessen egy ilyen kis bázismenedzselős, zombi vadászós marhaságot csinálni. Én hát még reméltem, hogy valamit így összeraknak belőle, és ebből a nekifutásból nekem például csalódás volt. De hogyha mondjuk azt nézzük, hogy az Overkill is the Walking Dead, arról már nekifutásból lehetett tudni, hogy az nem lesz egy nagy megfejtés, és ugye ez igaz a We Happy Few-ra, ami már a bétánál jelezték, hogy emberek, ez szar lesz, valamit kezdjetek vele. Hát igen, a We Happy Few-val az volt a nagyobb probléma szerintem, hogy azt a Microsoft még az utolsó pillanatban is úgy harangozta be, mintha a világ legjobb játéka lenne. Hát valami tuszáj volt mondani. Igen, és aztán ezt megpecsételendő meg is vette a céget, aki ezt fejlesztette. Tehát, hogy ez az igazán jó vétel. Figyelj őket, sok minden meggyőzte. Ja, majd beszéljünk meg 2019. Elhozták a roncstelepről az autót, amiben még volt benzin, de... Ez komolyan, tehát... Jó, hát 19-nél beszélünk majd erről, hogy meg neked van egy külön monológ az Phil Spencerről, meg a játékokhoz való viszonyáról. Nincs külön monológom, becsapva érzem magam, de erre majd... Oké, rendben. Akkor viszont csapjunk is bele. Legjobb akció kalandjáték, van itt nekünk egy Assassin's Creed Odyssey-nk, egy God of War-unk, egy Spider-Man-ünk, egy Red Dead Redemption 2-nk és egy State of Decay 2-nk a megengedés lehelletű. Tehát Puskás nyugodtan egyébként, mert bonyolult. Nem, csak hogy State of Decay 2, hogy került erre a listára, az a számomra egy rejtély. Akció kalandjátékból egyébként nem voltunk olyan elresztve ebbe az évben, hogyha belegondolsz. Hogy ez az ők jelent meg. Tehát igazából, ja, hát szerintem a State of Decay 2-ből kiegyezhetünk szerintem, hogy igaz, esélytelenek nyugalmával indul ezen az ötös fogaton. Igen. Tehát ez az a játék, amire a Microsoft készített egy 5 perces videót, hogy jön a DLC-vel, lesz nyíl puska. És ezzel szerintem mindent elárultunk arról, hogy ez az egész dolog az volt tart. Kiegyezhetünk abban, hogy a State of Decay 2 az rettenetesen szar volt. Aha. Azért csodálkozom, hogy itt van a legjobb akció. Nem, beszéljünk róla, tehát nincsen gond ezzel. Nem az a baj, hogy a State of Decay 2 egy szar, mert az alapjáték nem volt rossz. Az a baj, hogy ugye hoztál egy ilyet, hogy Just Cause-ban csalódtunk. Egy platform holder, aki küzdködik a piacon, akinek szüksége van arra, hogy,
hogy ne szolgáltatásokon keresztül próbáljon magához embereket kötni, hanem játékokon keresztül. Az hogy engedheti meg magának, hogy kiad egy félkész játékot? Az, hogy a Square Enix kiadja és elbukik ezzel az egy címével, az egy dolog, de ő egy platformot reprezentál, ezek a játékok, amikkel reprezentálja, azok között egy vagy max. Kettő olyan franchise van, amelyik méltó egy középmezőnynek a tetejét esetleg jelen állapotában megugrani, és ők bevállalták azt, hogy kijön egy félkép State of Decay, amiben a küldetéseket nem lehet megcsinálni. Tehát nem az van, hogy mondjuk rossz a harcrendszere, vagy nem tudsz fedezékbe bújni, hanem az egyszerűen, hogy csináld a küldetést, és egyszer csak kiszáll a kocsitból, az a célszemély, akit el kéne vinned, és elindul éjszaknak, és nem tudod miért, és akkor az ott marad, és akkor én lefékezek, gondoltam visszatollatok, és mire visszatollatok, addigra elüti egy szembe lévő valaki, és tehát ez egész egy borzalom, miközben leszállt egy repülő. Ó, tök jó. Microsoft. Szóval szerintem az End of Decay ez a baj, hogy a Microsoftnak kevés terméke van, és azokat sem a megfelelő állapotában hozza ki. Mert ő nekik azért tényleg van veszteni valójuk. Most az, hogy elbukik egy franchise egy Square-nél, és nem lesz többet Just Cause, abban nem halunk bele, de hogyha mondjuk emiatt az Xbox nem tudja megvetni magát a következő generáció elején, az azért egy veszteség lesz mindenki számára, mert eltűnik egy konkurens, aki azért ha másra nem arra jó volt, hogy a Sony-t inspirálja abba, hogy valakinél jobb legyen. Úgyhogy a State of Decay nekem ezért egy csalódás, vagy ezért egy nagyon nagy csalódás. Abszolút, az én véleményem meg fönt van ugye a videóban, úgyhogy igazából szóra egyetértek vele. Nekem az volt egyébként még megdöbbentő benne, hogy mennyire nem jelen generációs hatása van az egész játéknak. Tehát nem csak a játékmenetnek, ami teljesen lumbágós, hanem az egész megjelenés, az egész prezentációja a játéknak borzasztóan prevgen. Igen. És a Microsoft ezt úgy kezel, mint egy AAA cím. Tehát erre a sajtótúrát szerveztek Londonban konkrétan erre a játékra. És az meg nem mentség, hogy akkor utána az jön, hogy de egyébként a Game Pass-ben játszhatod kvázi ingyen, mert boom, tehát hogy legalább ennyi. Annyit megér. Havi 200 forintot. Most igen, hogy mert ugye kijött egy kimutatás, hogy nem túl nagy a market share a Game Pass-nek jelen pillanatban, úgyhogy ezen dolgozunk. Te még fiatal a Game Pass. Az is igaz. Szóval választunk, vagy menjünk végig a címekkel? Menjünk végig, csak mondjuk ne ennyire terjengősen. Mondjuk Red Dead Redemption 2, legjobb akció kalandjáték. Jó, ne vizetlenül a Red Dead Redemption-től egyébként, a felfedezés élménye az benne van a játékban. Tehát az a fajta tiéd a világ, és ha megtalálsz valamit, akkor az tényleg a te sikered. Tehát túl sok kapaszkodót nem kapsz hozzá, térképek vannak, rébuszok vannak, rejtélyek, elvesztett, mit tudom én, kis pamfletek, amiben találhatsz mondjuk ezt-azt-azt útjelzéseket. Tehát tényleg megéri ezt a világot körbejárni, körbenézni, ha valakinek erre van célna. Figyelj, vizuális tekintetben szerintem az egyik legkidolgozottabb nyitott világú játék. Abszolút. Én gameplay tekintetben nem érzem egy kimagasló teljesítménynek sok szempontból, erről már talán beszéltünk is, meg nagyjából te is elmondtad a videódban, úgyhogy nálam azért csúszott le ennél a kategóriánál a legelső helyről, sőt nekem be se került volna, mert én ezt egy nagyon nagy csalódásnak éltem meg, mert én azt vártam, hogy a Rockstar az megmutatja, hogy az a zsánr, amit ő feltalált, az merre tart, és ezt nem számomra nem ugrották meg, de látom, hogy rengeteg ember szereti és játszik vele, és persze, ennek én örülök. Érthető egyébként, mert ez nem az a játék, amin értetlenül állunk, hogy ezt most nem értem, hogy mi a szarért, mint mondjuk a PUBG-nél, de egyébként igen. Spider-Man. Beszéltünk már róla. Beszéltünk róla, igen. Tehát ez akció kaland játékban. Mm. Nem nagyon lehet rábi, tehát God of War. Hát, én most saját magam ellen fogok beszélni, hogyha azt veszük, hogy az akció kaland játék kategóriának talán a legkomolyabb alkotóeleme az kifejezetten a gameplay, talán ezzel lehet az egész kategóriát legjobban reprezentálni, talán ez lehetett volna a legjobb gameplay kategória is, igen. Talán. Akkor én azt mondanám, hogy én a God of War-t ebből lehet, hogy kiemelném, és ezt így félre raknám. Én több szempontból is kiemelném egyébként a God of War-t, nem csak a gameplay szempontjából. Most én nem úgy értem, hogy ez minden fölött áll, hanem ezt kiszedném ebből az egészből. Igen. Mert én gameplay szinten nagyon jó és baromi fluid és nagyon jó, meg mit tudom én, de ha mondjuk a Spider-Man-nel kéne összehasonlítani, akkor ez a Spider-Man lényegesen komplexebb játékmenet. Hát nézd, ez egy nehéz kérdés összehasonlítani ezt a két játékot. Szerintem a God of War, amit bevállalt, az messze túl teljesítette. Tehát abszolút a franchise-t meg kell újítani úgy, hogy
szinte minden elemében emlékeztessen a régi dolgokra, de közben teljesen újnak érez, aztán a God of War megcsinálta. Mindezt egy fantasztikus képi világgal, egy tök jó sztorival, egy iszonyatosan jó működő csapatjátékkal, ugye a Boy, illetve Kratos, és nagyon jól visszahúzta a nosztalgiát, a láncot, és nekem nagyon tetszett, hogy nehéz. Uh-huh. Tehát baromi nehéz volt. Én hardon kezdtem, és vissza kellett kapcsolom a nehézségi fokozatot, aztán utána normál végezhető, és nekiugrottam a New Game Plusnak. Úgyhogy nekem az év egyik legnagyobb élménye volt, mert mindenben... Dolgfetlenül ebben a kategóriában? Hát nézd, most én nem tudom, hogy nagy titkot árulok el azzal, hogy nekem az évjátéka volt a God of War, és így... Tudod, sose szerettem az Oscaron sem azt, hogy a legjobb rendező nem az, aki a legjobb filmet csinálta, és itt... Hát ez a rendező kategóriának érzed? Én azt gondolom, hogy ez egy... Hát, szegény játszó Odisszére mondjuk még valamit, vagy igazából szegényt így... Hát elmondtunk, én elmondtam valamit, szerintem az Odisszis hozta, amit kellett, nem tudott kiemelkedni, és nem tudott egy nagyobbat ugrani, mint amit kellett volna ide. Nálad a Spider-Man az elviszi? Én kifejezetten a kalandjáték és akcióelemek miatt én a Spider-Man-t azt erősérnek, de mondjuk igazából nem fair talán az összehasonlítás, mert nyilván egy pókemberben benne vannak azok a kontentek, amit egy God of War sosem fog megugrani, tehát sokkal intenzívebb. Mondjuk én nem hittem volna, hogy egy Spider-Man-be Batman gameplay elemeket fognak belerakni, ráadásul ilyen szintű dömpingben. Nem baj, csak igen. Én azt hittem, hogy ettől valami egyedibbet fognak használni, de teljesen meglepett, hogy mennyire jól működik ez a már ismert séma. Igen, a Spider-Man talán azért emelném még a God of War-t a Spider-Man elé, mert a Spider-Man az tényleg egy nagyon jó iparos munka minden elemében, egy olyan játék, amit már valahol láttunk. Talán így összenakva ritka, hogy egy élményt kapjunk, de a God of War ezen is próbált szerintem túlmenni, például ezzel a vágatlan kamera kezeléssel, ami egy most így azt mondjuk, hogy oké, hát jó, hát ez nem egy nagy ügy, de egyébként nem jól működött, és igaz, mert jó volt a fejlődés, és változatos volt, ugye a Spider-Man az egy helyszínen játszódik, azért a God of War az, amikor beköszöntött a Ragnarök, akkor hirtelen leesett a hó, tehát hogy így, nekem az egy ilyen sokkal, talán inkább azt mondom, hogy a melót az díjazza. Lehet benne valami. De... Már csak azért is mondja, hogy a God of War-ban minden átvezető az in-game. Tehát az semmi sem render, az in-engine, hogyha úgy tetszik. Ezen a Spider-Man-ben is egyébként. De kiegyezhetünk döntetlenbe egyébként. Nem kell, szerintem én simán adom, hogyha mondjuk a co-op elemnél igazából megingattad a határozottságomat, hogy azt még sikerült belerakni, és tök jól működik ugye a Atreus-szal. Nagyon jó. Úgyhogy, és kell használni, és nem terhes, és nem idegesítő, hanem egy tök jó elem. God of War? Szerintem igen. Jó. Akkor legjobb akciókalandjáték God of War. Legjobb szerepjáték. Ja, igen, azt még ide közbetűzném egyébként, hogy az aranymazsi az egy megosztott díj, tehát ti is adjátok, és mi is adjuk valakinek. Tehát itt lehet majd kiírva, látjátok, hogy ti mit juttattatok be, igen, a legjobbnak, mit szavaztatok meg a legjobbnak, illetve a mi döntésünk mi lett, és akkor így később erről tudunk még vitatkozni a kommentekben, vagy tudtok vitatkozni a kommentekben. Legjobb szerepjáték, na itt kezd nálam kicsit vékony lenni a jég, tehát a Monster Hunter World-del azzal ugye még együtt játszottunk. Igen. Mondjuk nekem egy kicsit gyanús, hogy én nem tudom, hogy azt mennyire illik szerepjátékként indítani, mert inkább azt én hack and slash-nek tenném be, tehát jó ez a szintlépés, meg ilyesmi, de hát mindegy. Nino Kuni 2, az a te játszottál? Játszottam vele, és nekem a Nino Kuni 2 csalódás volt az egy után. Nagyon hiányzott nekem a mi az, aki féle Gimli stúdió, és az a körítés, és az a történet, ahogy az előző rész prezentál volt. Szerintem ezen a listán nincsen fönn, de az új Dragon Quest a 11-es szerintem egy sokkal jobb szerepjáték volt, mint a Nino Kuni 2. October Traveler, rengeteget játszottam vele. Nem mondom azt, hogy most nyilván a mezőny Ben, ott a helye, de igazából ő se csinált semmit jobban, mint mondjuk egy 15 évvel ezelőtti klasszikus RPG, csak jó volt újra egy ilyen klasszikus RPG-vel játszani. Igen. És Pillars of Eternity 2 Deathfire. Nekem ez kimaradt, én az original színnel játszottam most, ugye, kint egy konzolra. Ez kiegészíti, ugye? A Divinity jött ki, és én azzal játszottam aránylag sokat. Nekem ez kimaradt az Eternity, úgyhogy erről nem sok mindent tudnék mondani. De a Metacritic-et nézve messze ez volt a legjobban értékelt szerepjáték. Viszont a pontozásoknál az aranymazsi nem ötlettem, hogy a Monster Hunter World volt igazából az, ami
Hogy lehet hozzátett az egész az, hogy nekünk abból volt bemutatunk ellentétben a másik hárommal. Igen. Nem tudom, ez mennyire irányítja meg a egyébként dolgot. Szerintem nagyon jó játék lett a Monster Hunter World. A Monster Hunter World azért, ez, egyébként ez a Monster Hunter World, aki nem ismeri, ez a legkevesebb kontenttel megjelent Monster Hunter World ever, igen. Mert 3DS-en a legutolsó generation, abban sokkal több lény volt, meg egy csomó minden. De ez volt az első, amelyik nyitott így az európai gaming kultúra felé. Ez már áramvonalasabb volt, jól nézett ki, kevesebb lény volt benne, de azok brutál jó meg voltak ugye csinálva, és iszonyatos jó állt neki ez a tudod, mikor üldöztük a nagy dinót, és akkor belekavarodott az agynövényzetbe, és akkor hanyatt esett, és akkor saras lett. Aha. És iszonyatos jó volt együtt játszani. És velem élmény játszani egyébként. Igen, ezt akartam mondani. De ahogy amúgy a Tomikával játszottunk, és az egy rettentő vidám. Igen, az kurva jó volt. Ott a falunaptól kezdve minden bejött a képbe. Sokszor eszembe jut. De egyébként a kóp az minden játékon szerintem segít. Igen, igen, igen. De nem minden játékban működik ilyen jól, mint a Monster Hunter World-ben. Úgyhogy nálam ez volt az év legjobb szerepjátéka, bár én sem feltétlenül nevezném. Nem fogok vitatkozni, ez nekem is a Monster Hunter World abszolút. Úgyhogy szerintem akkor ez így, ezt a kategóriát ki is x-elhetjük. De a jelenleg sokkal izgalmasabb, ami igazából a szubjektív jellege okán, hogyan minősül ezt a legjobb történetnek. Itt nem nagyon vannak szerintem kapaszkodók igazából, mi alapján mondasz valamit a legjobb történet. Hát igen, tehát, igen, mi azért kell felelni, meg egy sztorit. Igen, tehát van, aki imádja például, úristen, miket kaptunk, tehát a Fallout 76-nak a történetét, hogy úristen, hát az mennyi mélység van benne, meg mit tudom én. A történet? Hát ez az. Tehát igazából nagyon nehéz megítélni. Nem tudom, nekem az, hogy egy porszívó kinézetű tárgyon elolvasok egy logót, és az a történet, az nekem nem történet, tehát nekem fontos a narratíva. Ez ilyen személyes. Milyen gondjaim vannak a Halo-val például? De hát most befér egy Halo is egyébként, ha megnézed. No. Jó, legjobb történet. Detroit Become Human. Na, én most pótom egyébként a PlayStation-es címeket, jellemzően azokat, amik egyébként Danikánál landoltak, mert ezeket kódban kapjuk, tehát hozzám nem jutottak el. Hold a Killzone-t, meg a Knack 1-et. Mit mulasztottam? És a Detroit az nekem még pótlásra vár. Nem nagyon fülik hozzá fogom, te játszottál vele? Megéri? Én végig játszottam. Megéri? Figyelj, nekem nagyon tetszett. Volt pont egy checkpointos adás, ahol mindannyian megbeszéltük, hogy kinek mi lett a vége. Mindennyiunknak, aki játszott vele, mindenkinek más vége lett, ugye itt nagyon sok múlik a döntéseiden. Engem elkapott, nekem átjött ez az üzenet, tök jó volt, hogy meg tudtam élni azt, hogy egy Androidra nem tudok gépként nézni, hanem sokszor esetleg úgy döntök, ami mondjuk az emberek számára előnytelen, és az androidok javára billenti el a mérleget. Egy-két szál nem tetszett benne, vagy voltak olyan pillanatok, amikor azt éreztem, hogy ez mondjuk talán klisés, vagy elcsépelt, de nagyon örülnék, ha minden évben lenne egy Detroit szintű játék, amiben így bele tudnék feledkezni, és így végig tudnám játszani. Úgyhogy nekem bejött, nekem nagyon, nagyon tetszett. Nem tudom, hogy a Life is Strange 2-vel nem játszottam. Life is Strange első részét én kipróbáltam. Én nem azt mondom, hogy nagyon vártam a Life is Strange 2-t, de tudod, van ez a, amikor tudod, hogy jön, akkor valami bizsergést érzel. Igen, azt nem hiszem, hogy arra írtad, hogy új előrendelted a Life is Strange. Igen, ezt én előrendeltem, kipróbáltam, az első epizódot végigvittem, nem fogom a másodikat már kipróbálni. Nekem, tudod, az első, nem tudom, az első negyiken játszottál-e. Ott engem a karakter nagyon megfogott. Tudod, ez a coming of age jellegű problémák, amikor kislány nem tud beilleszkedni problémák. Nagyon-nagyon kihegyezett volt az alapkonfliktus. Nekem az borzasztóan tetszett, és nagyon emberi volt. Itt én nem nagyon tudok közösséget vállalni a stársznak a problémáival. Valahogy nagyon a hátulról előrángatottnak érzem a történetet. Én meg sem próbáltam. És én amondó vagyok, hogy ez így, ahogy elkezdődött engem, ez így annyira nem érdekel. Úgyhogy ez nem áll jól a Life is Strange 1 a Life is Strange 2-nek. Főleg a kettőnek semmi köze egymáshoz, tehát nyugodtan lehet játszani a kettőt az egy ismerete nélkül, atom más a két. Ugye ott a God of War, amiről most már beszéltünk. A God of War, hát most nagyon köcsök leszek a God of War-ra. Ezt a játékot nem tudom mennyire lehet egyébként történeti szinten értékelni, mert annyira prológus érzete van ennek a játéknak, hogy... Igen, viszont hogyha az előző részekhez teszed, vagy az előző részek mellé teszed, akkor meg azt érzed, hogy ebben is szintet lépett. Mert a klasszikus kaszaboláson túlnőtt ez az egész, és egy ilyen sablonos történeten, hogy itt van ez a csávó, aki mindenkit megöl, ha kell a családját is.
Ebben voltak emóciók, volt a végén egy pici csattanó, az jó volt ez a apa-fiú kapcsolat, aminek volt egy ilyen jelenfejlődése, amit végigkísérte a játék során. Azt a szakest, azt jobban kidolgozták. Igen, igen, és a Kratosnak lett egy ilyen emberi arca. Igen. Úgyhogy ez a része, ez engem elkapott. Úgy összességében, hát nem egy gyűrűk ura történet, ez tény. És ugyanezt érzem a Spider-Man-nél is, ami egy baromi jó Marvel film sztorit hoz, annak minden csavarával, kamaójával, mindenével együtt. Igen, ott viszont én azt nem tudom, hogy lehet értékelni mondjuk úgy egy Spider-Man történetet, hogy egyébként most csinálnak egy Spider-Man játékot, pontosan tudod, hogy a Norman Osborn-nal lesz valami, tudod pontosan, hogy a Dr. Octopus-szal lesz valami, hogy a Fisket belerakják, oké, okay, az is akkor lesz valami, és így tudod egyébként, tehát ezek a történetek, ezek mindig. Lesz egy meglepő fordulat majd, amit hát nem hiszem, hogy ki tud számolni most még így a közepénél. Persze, lehetséges, nem játszottam még végig, csak mondjuk amik így eddig jöttek, ezek így gyakorlatilag a pontosan ismert Spider-Man klisék. Igen, de tudod, szuperhős filmet is össze lehet rakni jó meg rosszul. Igen, de ugyanazokban az elemekből építkezik addig. Tehát igen, igen, lehet egy Avengers. Batmannek mindig megnézzük a szüleid, ahogy meghal, és ki ellen küzd mindig, mindig a Joker ellen, és akkor mindig, hogy milyen történik, ugyanazt a történetet látjuk újra és újra. Szerintem nem volt rossz a Spider-Man, nem helyén kell kezelni. Igen, igen, azért mondom csak, hogy ha most nyilván szigorú próbál lenni az ember, én is egyébként élvezem, nem arról van szó, csak amikor a legjobb történetről beszélünk, akkor azért úgy próbálom így mérlegre tenni ezeket a dolgokat. Hát szegény Red Dead Redemption 2, meg hát... Nagyon sokan azt írják, hogy nagyon jó története van. Én 5. chapterig elvittem, és addig nem a történet húzott be, hanem a világ. Ebbe a Kubernetes szigetre eljutottál már? El. De... Kiszámítható a sztoria, kiszámítható az egész, ahogy alakulni fog a főhős sorsa, és nekem nagyon nem tetszett, hogy a főküldetésekben néha egy írtozatos nagy szemétláda, a mellékküldetésekben pedig egy ilyen nagyon kedves, aranyos csávó, aki mindenkinek segíteni próbál, és ez az ellentmondás, ez engem zavart. Úgyhogy... Nekem most hozzátett egyébként a karakterhez, tehát nekem például a karakterek a Red Deadben baromira jól működnek, hogy tök következetesek. Csak az nem érdekel, hogy mit akarnak csinálni. Tehát nekem például a Dutch-nak a figurája tökre kiköt, hogy egy ilyen, talán még valahol narcisztikus figura is, hogy ő a legszebb jövő ígéretét ígéri ugye a teljes kolóniának, és közben körülötte mindenki csöves, egyedül ő mászkál mellényben, meg aranyúrában. Nagyon jó szinkron hangokkal. Abszolút. Nagyon abszolút. Tehát ami ott abban meg van csinálva technikailag, és nem csak a vizuált értem, az egyébként páratlan. Csak egészen az, hogy merre viszik ezt az egészet, és imán ott tudom hagyni a játékot, mert úgyse érdekel. Viszont amikor beugrik az ember szerintem, akkor tényleg bevonzza, mert ezek a figurák egyébként élnek, és tök jók, csak hogy mit akarnak, az tök mindegy. Nehéz megmondani. Engem sem fogtak meg. Én nem tudnék így igazán jó szívvel dönteni, megmondom neked őszintén. Igazán talán története úgy talán a Detroit, de az is ugyan attól függ, hogy milyen végkimenetele lett neked, mert... Igen, mert most mondanék God of War, de az igazság, hogy én úgy merném megszavazni a Detroitot, hogy egyrészt a Quantic Dreamnek alapvetően jó sztoriai vannak, és láttam egyébként, hogy mi, és igazából akikkel beszéltem, tényleg az is lesz a Detroitból, amit te is mondtál, hogy a klisékből felépül. Én nem bánom, ha God of War-ra húzod a vonást, én örülök. Viszont én a God of War-t azért nem tudnám ennek megszavazni, mert ahhoz, hogy lássam, hogy a God of War-ból mi lesz, az látni kéne a folytatást, tehát az alapból így, sztoriból, hát nem tudom. De én behúzom a God of War-t, csak azért ne az legyen, hogy úgy szavaztam meg a Detroit-ot, hogy nem is láttam, de tényleg úgy, hogy azért itt ezt egy fél ponttal húznám be, hogy azért megnézném, hova viszik ezt a God of War történetet. Figyelj, szerintem már az egy tök jó teljesítmény, hogy kíváncsi vagy, hogy hova fogják vinni. Tehát, hogy csomó játék még ezt se tudta megugrani, hogy egyáltalán vágyakozással töltsön a következő rész megjelenéseit, meg kifejezetten várom, hogy mi fog történni. Abszolút. Akkor figyelj, hogy így indulok ki, akkor God of War. Húzd be. Na és akkor eljöttünk a legegyszerűbben értelmezhető kategóriáig, legjobb látvány. Na jó, hát ez megint egy olyan, jó, ez egy teljesen szubjektív. Igen, viszont szerintem érvelhető, nagyon egyszerűen, egyszerűsítsük le, amennyire lehet. Assassin's Creed Odyssey. Jó, oké, már értem, miért mondtad, hogy nem annyira egyszerű, tehát... Nem annyira egyszerű, mert az Assassin's Creed Odyssey-ben is elképesztő nagy melót lát az ember, mert az utolsó görög épület is ki van dolgozva.
Egyszerűsítsük le inkább. Van öt indulunk, ugye? Igen. Indulunk az AC Odyssey, a God of War, a Battlefield-t, a Red Dead Redemption 2 és a Horizon 4. Húzzuk ki azokat, amik igazából az esélytelnek nyugalmával potyannak. Szerintem az AC-t kihúzhatjuk. Ez durva volt. Én azért merném csak kihúzni, mert ebben a nyitott világú zsánerben volt olyan játék ezen a listán, ami minimum azt a látványt hozta, és nem nagyon voltak olyan gyerekbetegségei, ami mondjuk az AC-nak vannak, ezek a falba rohanás, meg ezek a klasszikus... Azt a látványhoz írod ezeket a hitákat? Hát, nekem az például, hogy egy lónak milyen az animációja, az mondjuk szerintem szerves része a látványnak, uh-huh. És mondjuk az AC-ben a lovaglás az mondjuk nem egy Red Dead-ben való lovaglás, ami most jelen esetünkben tök könnyen összehasonlítható. Én ezekre gondolok, hogy animáció tekintetében nem feltétlenül hozta azt a szintet, amit mondjuk egy Red Dead hozott, de egyébként nagyon jól átadta azt a kort és azt a kultúrát. Én a Battlefield-ot húznám ki. Azt is simán kérdeztem. Méghozzá azért, mert az, ami az egésznek igazából a Homlok terében volt, ez az RTX technológia, ennek az alkalmazása, ez csak a visszájára vált, és állítólag most kezdi el nagyjából elérni a megjelenéskor ígért 60 közeli FPS számot. Szerintem konzolon egyébként többen játszák, mint PC-n, de meg ugye nincs. Szerintem is, és szerintem PC-n sincs, mert sok embernek ez az RTX. Tehát egy olyan dolgot vállaltak fel, amiről tudhatták volna, hogy ezzel önmagában nem lehet tavaszt hozni ebbe az egészbe. Nem mintha ez lett volna a feladat, de így, hogy azt vállalták fel, hogy az RTX-re lett kihegyezve, és ez a dolog inkább visszavetette, mint segítette a játékot. Én úgy gondolom, hogy nem. És ez nem azt mondom, hogy csúnya játék, hanem azt, hogy... Sőt, én megmerem kockáztatni a legjobban kinéző multiplayer FPS jelen pillanatban a piacon. Jól néz ki, csak nem menjél be a víz alá. Hát miért mennék ma víz alá? Egyébként jogos. Rászkóz vízénél biztos jobb. Hát még annál sem, de egyébként jó, érdemes lenne összehasonlítani a kettőt. Nekem az a bajom vele, hogy inkább kicsit tech demo feelingje van, nem érzem koherensnek a dolgot. Hát igen, de most a Frostbite Engine mostani verziójánál most mit akarsz még tech demozni? Legyen egy valami, nem tudom, szóval én is kihúznám a listáról. Igen, akkor mondjuk, igen, értem, a Horizon 4, Forza Horizon 4. Baromi jól néz ki. Igen, ennyi. Tehát, ez egy tök jó kinéző játék, ami 4K-ban is tök jó hozhatná a 60 FPS-t, ha tudná, nem hozza. De nem is az a hiányosság igazából. Nem baj az, hogy nem hozza, mert tök jó fut. Tehát. Nem az a... Láttuk már. Ez az a játék, ami főleg képi világában tud megújulni évről évre. Játék, mert szempontjából azért nagyjából ugyanazt csinálja az elmúlt három epizód. Megújult a képi világában? Tény, és nem, de hogyha konkurensekkel hasonlítod, akkor messze jobban néz ki, mint bármelyik autós. Hát az idén volt egy Crew 2. Hát igen. Azért nem egy liga, valljuk be. Hát nagyon nem. Jó, és akkor most jön a két nagy ágyú, God of War versus Red Dead Redemption 2. Hú. Hát a God of War az lényegesen kisebb területen vállalt sokat, a Red Dead meg lényegesen nagyobb területen vállal sokat. Hát igazából itt a mennyiség dominálhatja, nem is a minőséget, de a mennyiség az dominálhat. Én azt gondolom, hogy ha valamiben a Red Dead baromi erős volt, és számomra meglepő, hogy egy nyitott világú játék ennyire jól tud kinézni, felveheti a versenyt akár egy God of War-ral, ami azért a szó klasszikus értelmében nem egy nyitott világú játék. Hát ha bármiben azt mondanám, hogy simán elverheti a God of War-t, de nem sem, akkor szerintem az a látvány. Szerintem az ez, és ebbe számomra beletartozik az, ahogy felkel nap, ahogy lemegy a nap, ahogy reggel pára van, ahogy felszáll így az aljnövényzetből, ahogy szürkületkor esetleg ködben csak annyit látok, hogy egy lámpás fénye dereng, ami egy szekér oldalán van, és így szépen rajzolódik ki a sziluettje. Nekem ezek mind hozzáadtak az élményhez, és azt gondolom, hogyha valamiben akkor a Red Dead képi világában iszonyatosan előremutató lett, és egy ilyen jelenleg, én azt gondolom, hogy ez standard az open world játékok. Abszolút nem tudok vitatkozni. Akkor Red Dead. Szerintem húzzuk be. Red Dead. Jó. Legjobb zene és legjobb hang. Vannak átfedések a két kategória között, viszont felmerült, hogy az időhatékonyság szempontjából mi lenne, ha összevonnánk a kettőt. Tehát, hogyha nézzük ezt a két indulót, az általában ez a kettő kéz a kézben szokott járni, és azt láttam, hogy nálatok is. Te melyiket mondanád igazából? Hát, nekem abból a szempontból nehéz csak, hogy
egy hang, például egy Call of Duty-nál nagyon fontos, hogy ott ugye halt, hogy honnan lőnek, nagyjából érzékeled a távolságot, az irányt, stb. És az tök jól működött. Nagyon nehéz. Tehát én azt gondolom, hogy hogy nagyon sok játék volt, aminek nagyon jó soundtrack-je volt. Nekem a God of War az egy abszolút első rang volt ebből a szempontból, de nekem ugyanilyen volt a Red Dead is. Tehát a másik eleme, ami átjött, az a zene és a hang. Én csont nélkül behúznám mind a kettő ez a God of War-t. Még az azért, mert hogy a God of War-nak a zenéje az összes induló közül talán a legfelismerhetőbb. És... Igen, de ha végigfutunk a listán, volt a Celeste, ami egy rettentő jó retrografikájú és nagyon jó zenével megálltott indie játék volt. God of War, Spider-Man, Ni no Kuni, Octopath, Red Dead, Battlefield, COD, Forza Horizon. Ezek ebből a szempontból mint tényleg hozták minimum a minimumot, de inkább azok... Nem minimum a minimumot, az hát alapítja. Igen, egyébként. Hogy nem azt érezted, hogy nagyon rossz zenéje van. Egyébként jó példa erre, amiről már beszéltünk, ugye az új Dragon's Quest, amiben ilyen midi zenét tettek, mert a zeneszerzőjük egy őrült, és ő nem engedte, hogy Európában klasszikus zenével kerüljön forgalomba a játék. Hát God of War, az egy akkora nagy élmény volt nekem idén, hogy nem tudom, tudod, mint amikor a Titanic megnyert minden díjat, még azt is, amit nem kellett volna. Legjobb animációs filmkategóriát is elvitt. Igen, egyébként tényleg, de nálam a God of War, de ha Red Dead nyer, azzal se sincs semmi bajom, mert nagyon jól összerakták. Nálam például a Red Deadnél az egy gondolat, hogy én például ott a környezeti zajokban nem éreztem számottevő különbséget. Tehát, hogyha bementél mondjuk a mocsárba, akkor volt persze, mint olyan békabrekegés, amit nyilván mondjuk a prérin nem tapasztalsz, de mondjuk nem tűnt annyival nyírkosabbnak és mondjuk tompábbnak az ottani levegő, vagy mondjuk a hang, vagy nem tudom. Tehát én nem éreztem számottevő különbséget. Viszont a Western hangulatot szerintem nagyon jó hozta. Tehát, hogy az átélést az szerint, a Western hangulatot. Tehát, hogy az átélést... Bebaszna, hogyha pont a Red Dead nem tudna egy Western hangulatot hozni, azért ez a minimum a minimum zenéje, lenne. De igen, egyébként. Hát nehéz kérdés. Ott sem volt rossz, mert mikor a levegőbe lőttél a hegyekbe, akkor így visszhangzott a... Igen. Meg amikor lepattan a lövedék a melletted lévő videósziknáról. De a God of War az ilyen eposzív volt az egész, tehát ott az úgy odabaszott a zene, igen. Ahogy te szoktad mondani. Hát szerintem ez... Meg volt egy ilyen skandináv feelingje az egésznek, és ezzel szerintem húzzuk be. És ezzel engem megvette kiló. Komolyan. Csak nem egy gitár szól a háttérben. Oké, meg vagyok. Jó zene. Jó van. Nem volt ez jó zene. Hát akkor a God of War. Na viszont itt most jön egy szekció, ami kifejezetten neked szól, és mert imádod az indie piacot. Nem imádom az indie piacot, távolról tisztelem. Ezt elég közelről megtapasztaltad viszont. Igen, mert ez az a piac, ami, hogy megnézed mondjuk csak egy Metacriticet megnézel, akkor ha valahol szórják a 10 pontokat, az újságírók azok az indie játékok. Igen, mert nem úgy veszed észre, hogy az indie-nél olyan, mint hogyha már ahhoz is gratulálnának, hogy el tud indulni. Tehát most nem akarok egy rossz indulatú lenni az indie piacsal, de gyerekek azért az nagyon durva, hogy olyan játékok kapnak 10 pontot, meg ilyeneket, meg 9 pontot, amit egyébként, hogyha mondjuk egy AAA piac merne kiadni magából, hát úgy behúznák, hogy az év buktái között szerepelne. Hát nagyon-nagyon megengedő. Nehéz ügy, tény. Hát figyelj. Ott van most a szert szél. Nem, mert sokat beszélgettünk a Grettel, meg a... Tehát én most minden olyan játékot kipróbálok, ami ilyen nagyobb értékelés kap. Cliff Bleszinski mondta annó, ugye ő volt a Gears of War-nak ugye a kitalálója, meg az Epic-nek az egyik első embere akkor, amikor még neve volt a piacon, és ő mondta, amikor elindult ez az indie őrület, hogy készíts egy játékot, csinált pixel grafikásra, és 20%-kal többet fognak ráadni az újságírók, és ez ebben van azért némi igazság. De idén volt egy játék, amivel én sokat játszottam, az a Dead Cells, ami egyébként egy pixeles indie játék, de egyszer annyira jó flow-ja volt, annyira responsív volt, hogy egyszer nem tudtam letenni, és újra meg újra nekiálltam. Szóval még nem hallottam tőle, de responsív. Nem? Pedig az. És ilyen volt egyébként a Celeste is, ami egy ilyen Super Meat Boy-ra hajazó, borzalmas nehéz platformjáték volt, ami szerintem azért adott rá mindenki 10 pontot, mert hogy akkor biztos végigjátszotta, és akkor az büszkeséggel tölti el, mert szerintem a fejlesztők se tudják végigjátszani. Az Into the Breach egy tök jó kis stratégiai játék volt, az Obradin egy nagyon jó kalandjáték, a The Messenger az pedig egy ugyancsak nehéz ilyen, kicsit ilyen Metroid klónra hajazó
ilyen kis platform ügyességi játék. Ez az az öt játék, amit te kiemeltél volna az idei indie felhozatalból? Egyébként ezeknek ott a helyük szerintem a listán. Ez egy nagyon jó lista. A helyén kell kezelni. Azt beszélgettem több barátommal, hogy igazából ezekre az indikre azért van szükség, mert a játékok nagy részében van azért egy olyan ötlet, ami előremutató lehet a nagy AAA fejlesztők számára is. És ők hozzák a kreativitást, amik nyilván nincs se pénzük, se energiájuk arra, hogy egy iszonyatos nagy játék formájában prezentálják. Viszont ha mindegyikből egy-egy szelet meg tudna jelenni egy-egy AAA játékban, akkor van a piacra gyakorolt hatásuk. Nem vagyok egy indie őrült, nálam a Dead Cells mindent elvitt idén, azzal játszottam a legtöbbet. Szerintem szükség van az indire, csak kicsit túl van dimenzionálva szerintem. Nem biztos, hogy kéne őket ilyen szinten ajnározni a szónak a 10 pontos értelmében, mire szórogatják rá az emberek. Oké, akkor Dead Cells. Mi van most legjobb sport, ugye? Igen. Legjobb sport és versenyjáték kategória, hát ez az a terület, ami én úgy gondolom, hogy az aranymazsi közönség a legegyértelműbb döntést hozta, mert ilyen nem a FIFA. 70 plusz, majdnem 80%-os felülreprezentálásban a Horizon 4. Komolyan? Elvitt mindent, tehát nagyon durva, hogy ti mennyire egy hullámhosszon vagytok ezek szerint, de akkor azért menjünk ezen át. Tehát volt egy FIFA 19-ünk idén, egy Forza Horizon 4-ünk, egy NBA 2K19-ünk, 2K19 összeköt, hunglis, örüljetek, és egy Pro Evolution Soccer 2019-ünk. Furcsa egyébként, én a FIFA-ra szavaztam, vagy azt gondoltam, hogy a nézői meg a közösség az a FIFA-t jelöli meg, mert a FIFA az olyan baromira messze a legnagyobb példányszámban adott játék Magyarországon az elmúlt 10 évben, hogy a közelében sincs senki. De érz az, hogy tízezrekkel adnak el többet belőle, mint mondjuk akár egy Forza Horizonből, vagy bármilyen másik játékból. Úgyhogy a piacot egyértelműen a FIFA uralja, én szerintem most már 7-8 éve. Biztos. Nem játszottam a játékok nagy részével, nem vagyok egy nagy versenyjáték rajongó, és a Forzát megmondom, őszintén picit megmondtam. De... Nálam magasan a Forza egyébként, hogyha már mindenképpen valami verseny, vagy sport és versenyjáték, és nem e-sportban mérjük a versenyt, hanem milyen autóverseny, sport, hagyományos technikai, vagy szabadidősport, vagy hogy mondjam, tehát ezekben a kategóriákban nálam a Forza az továbbra is. Én azt is unom egyébként, hogy minden alkalommal, amikor egy Forza indul, mindig elviszi ezt a kategóriát, de legalább van egy pont, ahol a Micro tud. Igen, és ott nem ad alá az egy színnél. Tehát ezt azért eléggé határozottnak tartja, de majd vissza fogunk erre térni, hogy ez mennyire lehet elég egy következő generációra. Azért baromi érdekes rész lesz, arra maradjatok mindenképp, de Forza legyen akkor? Nyugodtan, nem, mert minőség szempontjából hozták tényleg a kötelezőt. Akkor Horizon 4. És akkor menjünk tovább. Legjobb multi játék. Mennyit multizol? Amikor éppen nem velem Monster Hunter-ezel. Kóba szeretek játszani, mert ott nem rúgnak fel a holdba 13 éves germán kisgyerekek, vagy 8 éves hát a meghoztad a szintet. Figyelj, egyszerűen nem tudom, mi van velem. Régen tök jó ment, most már így. Tehát én vagyok a király, mert végigjátszom hardonon, nem tudom, bármit, de... Felnőttek a 4 évesek. De bekerülök egy ilyen online csatatérre, és esek kelek. De a Call of Duty-nak a legújabb része elkapott. Meglepő módon. Egyébként beszéltünk tudod, hogy válság, meg nem válság. A Call of Duty se csinált semmit jobban, meg rosszabbul, mint mondjuk 3 évvel ezelőtt. Egyszerűen ez a Battle Royale engem elkapott, és egyébként téged ebben kapott el a Battle Royale, vagy téged egyébként is elkapott a Battle Royale? Csak mert érdekes lehet, hogy nagyon érdekes a Battle Royale, és amikor megjelent a PUBG Xbox-ra, akkor kipróbáltam. Nagyon rossz élmény volt, mert nagyon rossz állapotban került fel a store-ra, ugye ez akkor még bétaként futott. Se nem futott jól, lassú volt, lomha volt. Élveztem a koncepciót, tehát érzem benne azt, hogy ez mitől sikeres, meg éreztem benne. És szerintem ez egy tök jó dolog, hogy ez az új multiplayer játékmód megjelent a piacon. Pár év múlva ez egy alapkelléke lesz, úgy, hogy mint mondjuk 20 éve ezelőtt a CTF, mikor megjelent a Quake 2-ben, akkor úristen, az Capture volt a PUBG mód, vagy ez a Battle Royale mód.
Úgyhogy, de ez volt az a játék, amiben úgy igazán élveztem, mert itt így működött. Tehát, hogy jobban, mint a, gyors. Jobban, mint mondjuk a Fortnite-ban, vagy... Ugye a Battlefield 5 az nehéz, mert annak tavasszal jön majd ki a Battle Royale módja, tehát tök jó lenne, hogyha indulhatna itt abban a kategóriában, de ez nem is Battle Royale kategória, nem, az multiplayer. Tehát te Destiny 2-zöl még, nem? Igen, a Forsaken-nel sokat játszottam, mert az végre megint egy olyan kiegészítő volt, ami ennek az alapjátéknak kellett volna lennie, és ezt kezdem az Activision-ben, illetve a Bungie-ban nem szeretni, hogy mindig kiadnak egy közepesnél kicsit jobb játékot, hogy azt majd a második kiegészítővel olyan a csinálják, amilyen egyébként már alapjában a játék maga, mert nem írják újra az egészet alapjaiból, az biztos. Úgyhogy én a Battle Royale módja miatt a koddal rengeteget játszom mostanában, szinte minden este. Sikerélményem az nincs, de élvezem. Na, akkor mégsem a 8 évesekkel van. Igen, igen, hát de mindig kikapunk. Hát figyelj, és akkor csak egy kérdés, mert ugye az indulók között azért ott van ő is, egy jó Sea of Thieves. Te visszamentél Sea of Thieves, ez négy időben járt, próbálkoztad. Vagy Tomikával játszottam? Tomikával játszottam. Hát, próbálkoztuk. Ja, baj. Nem, a kiborítónak tartom ezt az egész Sea of Thieves jelenséget. A játék, amivel mindenki játszott, és aztán mindenki szerintem ott hagyta szép csendben. Tehát ilyen nagy dírrel, durral láttam, hogy minden... Vannak erre számok, hogy hányan játszanak még esetleg Sea of Thieves? Microsoft nem kommunikál már most már szinte semmit, tényleg csak azt, hogy hányan kapcsolták be a gépet, meg sokan, mert Game Pass-es volt. Tehát, hogy meg szerintem a Microsoftnál van egy olyan spirál, hogy most alig jelenik meg játék, ezért akinek Xbox van, az mindent kipróbál, és egyszer legalább elindítja. Nem lett volna rossz a koncepció, szerintem ez egy baromi jó dolog. Te van játék, ahol működik. Igen. Igen, ha lett volna benne tartalom, de igazából szerintem nagyon-nagyon béta állapotban gondolták, hogy ezt kihozzák. Nem tudom most, hol tart, utána jött ki egy csomó DLC, de szerintem nem egy jó játék. Battlefield-ot az egy tök jó játék lenne, de abban semmi újdonság nem volt, ami meg kellett volna, az majd jön áprilisban, vagy májusban, vagy nem tudjuk mikor. A Monster Hunterrel valami jókat játszottunk. Na, az érdekes dolog a Monster Hunter, az mondjuk nem reprezentálja felül mondjuk a Call of Duty-t multi élményben? Hát az egyik az egy... Hát nézd, nehéz, nem, nehéz egy... Mert a kóp-ot szereted igazából, és a, ha valami, akkor a Monster Hunter az abszolút kóp. Nálam azért billen idén a mérleg a COD irányába, mert hosszú évek óta az első COD, amivel időt töltök és energiát ölök bele, úgyhogy nincs is benne single player mód. Úgyhogy nálam ez volt a... Inkább meglepetésként ért, hogy ez így elkapja. Neked hiányzott a single player? Nem hiányzott, mert nem szerettem az előző három részben sem. Szerintem nagyon jó döntés volt, hogy minden erőforrást arra fordítottak, hogy legyen egy Battle Royale mód a megjelenéskor, és szerintem a Battle Royale ezt rontotta el, hogy ők egy évvel ezelőtt már pontosan tudták, hogy a Battle Royale nélkül rizikós kihozni egy játékot, és bevállalták azt, hogy ha csak 30 ember dolgozott ezen a single player kampányon, amit beletettek végül, amit ugye ahogy néztem, még jól alatt végigjátszható, ahelyett nekik szerintem embereket kellett volna fölvenni, hogy launchra itt legyen a Battle Royale mód. Mert azt gondoltam, hogy a Battlefield sokkal érdekesebb játszótér a Battle Royale számára a számtalan járművével, mint mondjuk egy Call of Duty, és a Call of Duty-nál nehezen tudtam elképzelni, hogy működhet, és működik, és minden ilyen nagyon jó működik benne, a quick inventory, az egész gyors, pereg, de mégse az a kód, amiben úgy rögtön lemészárolnak, hanem itt egyszer mindig van esélyem magam felgyújtani. Úgyhogy nehéz kérdés. Én a kóddal játszottam a legtöbbet, inkább azt tudom. Én ezeket tudok egyezni, Call of Duty. Call of Duty? Neked is bejött? Na, abszolút, abszolút. Pedig te is egy kódgyűlölők közé tartoztál. Igen. Én tavaly után nem akartam nagyon Call of Duty-zni, viszont pont akkor váltotta ezt a tematikát, visszalántotta az egészet a második világháborúra, az pont jókor jött, hogy azt kíváncsi lettem, hogy na, visszakanyarodunk valami izgalmas időszakba, és valahogy onnantól kezdve elkezdett izgalmas lenni megint. Ez a modern hadviselés, ez szerintem nagyon kifulladt már a Igen, Infinity és mondtad, azért, hogy milyen könnyen átcsúszott, hogy ez az első kod, amiben nincs kampány, úgyhogy akkor ugye egyébként a kampányáról lett híres, ha belegondolsz, amikor annó megjelent, és így mintha mi se történt volna a piacon. Tehát így azon kívül, hogy páran az elején hőbörögtek, hogy nincs kampány, azon kívül ez így semmit nem változtatott a Call of Duty megítélésén, piaci pozícióján. Hát akkor vissza szerintem ez egyöntetű. Black Ops 4. Black Ops 4. És akkor kanyarodjunk is rá a leghangosabb területre, legalábbis nálunk előszeretettel szoktunk beszélni rossz játékokról. Legalábbis kihangsúlyozni valami miért. Tehát a jó játékokról is tudjuk beszélni, hogy rossz játék lenne. Gonosz vagy. Special skill. Bármikor, akkor most az elemembe leszek viszont, mert legyen. Kezdjük a legnagyobb csalódással.
ami ugye azok a játékok listája, azoknak a játékoknak a listája, amikkel szemben nekünk azért voltak elvárásaink, okkal vagy ok nélkül, vagy high hopes, tehát vagy magasan volt a léc velük szemben, vagy pedig azt vártuk volna, hogy azért egy korrekt szintet hozzanak, vagy azért, mert a platform holder érdeke, vagy azért, mert az előző részek alapján okkal vártunk egy stabil minőséget, vagy egészen egyszerűen csak ígéretes volt a koncepció. Mm-hmm. És most mindegyikre van példa. Az ígéretes koncepció miatt talán a Kingdom Come Deliverance az, ami ide sorolható. Az, amit az elődök miatt okkal várhattunk volna egy viszonylag stabil, legalább gameplay szinten viszonylag stabil minőséget, Metal Gear Survive, illetve Just Cause 4. Uh-huh. És a platform holderi érdek miatt pedig a State of Decay 2. Uh-huh. Melyikkel lehetett a legnagyobbat bukni? Én szerintem itt egyiknek sem volt nagyon tétje. A Kingdom Come az itt lehet nézni az év legnagyobb csalódásának, meg az év egyik meglepetésének is, hogy rengetegen elkap rá. Hát hova egy csalódás, meglepődés volt, amikor elkezdtél vele játszani, és többet kellett kulázni bennem, mint amennyit effektív harcolhat. Igen, de tudod, ez a lassú játékmenet, ez a szimuláljuk a kort, egy csomó embernek bejött. És én tudom, hogy anyagilag az egy aránylag nagy sikeret, és rengeteg patch ilyen meghozza, ami talán már működik is. Mondjuk az fura volt, hogy leszálltál óra, és átestél a föld másik oldalára, de Metal Gear Survive, hát én nem tudom, szerintem az, amikor bejelentették, akkor megpecsételte a sorsát. Úgy mindenki titkon reménykedett benne, hogy nem lesz talán rossz, de úgy igazán szerintem te se hitted el, hogy ez egy méltó lesz a sorozat. Én lehet, hogy a kisebbség vagyok, hogy jó, nyilván nem hittem azt, hogy ez lesz az a Metal Gear Solid játék, ami, tehát nyilván nem is Solidként adták ki, tehát ez úgy MGS, hogy ebbe az S az nem a Solidot jelzik, elképzelni, hogy Survive-ot. De ezzel együtt én mondom, egy jó zombi hentelős játék lehetőségét én simán láttam benne. Egyébként én nem vártam semmit, de amikor megjelent, akkor ugyanazt éreztem, mint hogy ez egy borzalmas csalódás is, erre mire volt szükség, de az is látszott rajta, hogy ebből lehetett volna jót csinálni. Uh-huh. Tehát, hogy itt látszik, hogy elcsúsztak dolgok, hogy az erőforrásokon múlott a megjelenési dátum, vagy min, azt nem tudom, de ez lehetett volna egy jó játék. Én valahogy a Konami Kojima szétválásról kiderült részletek után úgy titkon sajnos kívántam is, hogy ez ne legyen egy sikeres történet, mert ott azért nem egy szép sztori. Uh-huh. Nyilván az éremnek van két oldala, de amik így napvilágra kerültek, az nem egy szimpatikus húzás a Konami részéről. Hát az már kiderül, hogy a Death Strandingnél, hogy igazából Kojimában tényleg megvan-e ez a fajta talentum, mert ágéren túlmenően is, vagy pedig igazából nem félek tőle, már... nincs. Én emlékszem még nem tudom, jó 10 évvel ezelőtt a Grettel kimentünk egy E3-ra, és ugye a Kojimát már akkor tiszteltük és szerettük, és a Kojimának volt egy olyan játéka, úgy hívták, hogy Boktai. Ez egy, hát ő csak producer volt benne, tehát ilyen ötletgazda, ami arról szólt, hogy vámpírokat kellett tölni Gameboyon. Ez a Sun is in your hand, nem? Igen, és az volt az egésznek a lényege, hogy volt egy napérzékelő a cartridge-ben, amit nem lehetett átverni lámpával, tehát ki kellett menni a tűző napra, hogy ott föltörzd, és hogy abból nyert energiával öld a vámpírokat. Figyelj, életünkben akkor láthattál volna lebarnult gamert. Kimentetek a kertbe játszani. Kimentünk a napra, azzal nem számolt szerintem a Kojima, hogy belőfényes napfényben nem látszik semmi a Gameboy-on, mert akkor még nem volt háttérvilágítás. Így forgattuk, figyelj, szakadt rólunk a víz, de így tényleg a tökünkről is a víz folyt, a homlokunkról, de töltöttük, hogy öljük a zombikat, aztán emlékszem, hogy volt egy időszak, hogy ilyen, valahol olvastam, hogy ezek az UV-lámpák jók, és akkor ilyen műkörmös lámpát próbáltam szerezni, ami alá letettem. Tehát a Kojimában mindig megvolt a zsenőjétás. De ez mikor játék? Ez kurva régi. Hát nagyon régi. Ez még Game Boy Advance-tól. Hát jó, de hát az még bőven a Metal Gear érának a talán fénykora. De ő, amihez ő adta a nevét, azokban azért megcsillant a kreativitás. Hát de mondjuk, hogy már Metal Gear 4 sem volt az a fajta, Lumen, mint az. Én is szerettem, tök jó játék volt, de azért azok a fajta gameplay mechanikai, hogy mit a trubályok, azok már nem voltak benne, a MGS-ben még annyi sem volt. Én az MGS-t nagyon szeretem. Szerintem az egyetlen probléma az volt, hogy nem hagyták, hogy befejezze. Tehát az a játék, ami arra figyel, és itt visszakanyarodhatunk a Red Deadhez, hogyha egy karakter te altatölvedékkel lelősz, és az arccal a pocsolyába esik, és abba belefullad, az akkor is megsüvegelendő, hogy dolog, hogyha semmi más nem működik a játékban, hogy ebből volt benne 100.
Tehát, hogy itt egy iszonyatosan jól összerakott mechanika volt, ami szerintem nem tudott kiteljesedni a szerintem részben a Konami hibájából, meg részben abból fakadóan, hogy a Kojima képtelen volt befejezni szerintem határidőre. Én nagyon várom a Death Strandings-et, mert az, hogy egy csecsemőt viszel magaddal... Majd látjuk a 2019-es idényre, mert elég el fogjuk húzni a csalódást, azt szerintem várják. Mi volt a legnagyobb csalódás neked? Amitől vártál valamit, és nem teljesítette. Hát most azt mondom, hogy a Just Cause, mert az E3-ban engem nagyon meghülyítettek. Iszonyatos jó prezentáció ültem benne, ahol megmutatták, hogy ez tényleg mindent fog tudni, mint az eddigi Just Cause-ok, plusz még, és akkor jött az őrület, az időjárás is. És igazából, mint kiderült, csak az van benne. Hát most én nézegettem ezt a listát, és én próbálok magamat egy ilyen kicsit ilyen transz állapotba vinni, és hagyd ne vigyem magammal a lendület. Én is azt mondom, hogy Just Cause 4. Igen, de egyébként én a Falloutba csaltam a legnagyobbat, de az látom egy másik. És akkor megyünk is tovább, akkor, mert akkor a legnagyobb csalódásban megvagyunk a Just Cause 4-gyel. És akkor olyan a legrosszabb játék, amit próbáljunk meg kicsit szűkebbre venni. Van egy Call of Cthulhu-unk, ami azért került ide, mert már az előzetes hírverésekben, amikor már bejelentették, utána nem sokkal megkint voltak az első gameplayek, ami alapján lehetett látni a kommentekben, meg innen onnan, hogy hát, ha az atmoszféra ezt a játékot nem fogja elvinni a vállán, a gameplay azt tudja, hogy nem. Hát ez egy Focus Home játék, tehát így körülbelül 3 mókus fejlesztette 5 zsák dióért, tehát szerintem ahhoz képest nem lett rossz. Ahhoz képest tényleg nem lett rossz. Volt egy Overkill The Walking Dead-ünk, amihez egyébként nem tudom, hogy kapták meg a Walking Dead jogokat, de hát úgy néz ki, hogy a Starbreeze az januárra valószínűleg le is húzza a redőnyt. Uh-huh. Úgyhogy ez... Én emlékszem még arra a Facebook üzenetedre, hogy... Igen. Tom és Asa, ezt majd toljuk, és mondtam. Igen, mert egy jó kóp játék, akkor voltam még azért a Monster Hunter lázban égtem. Kéne valamit csinálni, lőjünk zombikat, az mindig jó. Úgyhogy igazából annak is kikövezett útja volt a bukáshoz. Fallout 76, azt már az E3-on kifütyülték. Már ott se értette senki, hogy mi ez. Igen, én ott ültem a sajtótájékoztatón, mindenki örjöngött. Nézd, őszintén szóval az a játék, aminek nem tudják eldönteni, hogy ez most MMO lesz, vagy egy mezei multiplayer PvP játékot, valami nem stimmel. És az, hogy ezt ennek a kommunikálásából is vártak, mert még ők sem voltak biztosak benne, hogy ez micsoda, úgyhogy még abban az évben megjelent rá pár hónapra, az egy kicsit gáz. Igen, ez nem feltétlenül jó. Tehát itt igazából ezért mondanám, hogy ez, és a másik, hogy We Happy Few. Azt meg ugye béta óta tudjuk, hogy az... Azért béta óta egy picit jobb lett. Ott legalább választható volt, hogy akarsz-e okvetlenül 6 vagy 8 legyen megengedő paramétert folyamatosan mikromanedzselni, vagy elég mondjuk azt a 2-3-at csesztetni magadnál? Nem tudom, hogy ezzel a játék, ami célja volt a Microsoftnak, meg úgy az egész, meg ennek az egész felvásárlásnak, mi lesz a végkimentele, nem vártam tőle megmondani az innen semmit. Nem is játszottam vele, megnéztem a videódat, megnéztem, hogy milyen review-kat kap, és úgy döntöttem, hogy nem idegesít. De ez nekem jó, ez tőlem nekem nagyon sokat számít. Nem bíztam benned, mert utána elolvastam még 10 review-t. Az Oli ugyanazt mondja, mint a többiek. De... Más is ugyanazt mondja. Nálam a Fallout 76 volt idén messze a legrosszabb, abszolút. Mert ez nem feltétlen csak egy rossz játék volt, hanem én azt gondolom, hogy akár lehet egy szög is egy franchise koporsójában. Ebből föl lehet még egyébként állni? Hát, úgy egyébként, hogy a egyébként. Negyedik rész sem volt azért egy annyira célos mutatvány, tehát na, ott is azért így jó volt. Elment több mint 15 millió, tehát. Az egy dolog, de ettől függetlenül, tehát úgy, hogy elment 15 millió volt az, hogy kezdték szídni fogod az emberek. Tehát olyan játék volt, amit nem veszel meg, arról nem tudod elmondani, hogy jó volt vagy rossz. Tehát ez ugyanaz, mint amikor a Bethesda kezdett el azzal védekezni, hogy azoknak adják vissza a pénzt, akik... azoknak hajlandó visszaadni a pénzt, akik nem vették meg a játékot. Én abban tehát bízom, hogy ugye ez az aranytojás tojó tyúk, tojt most egy zártojás tulajdonképpen, tehát az első olyan játékuk, ami megbukik a kasszáknál, és okkal bukik meg, és én abban bízom, hogy ez lesz, ez egy olyan pofon lesz nekik, amitől a következő két játékuk, ugye ez a Starlink, vagy nem tudom mi a cím, ennek az űr, cuccnak, vagy nem ugrik be a cím, amit bejelentett meg az új Elder Scrolls játék. Azt keltett hullámokat? A Starlink? Nem tudom, hogy Starlink-e a címe, de lehet, hogy az... Nem is tudom, miért jelentették be, de remélem, hogy a következő játékaik emiatt lesznek jobbak, vagy emiatt jobbak lesznek. Mert őszintén szóval, ha igaz az, amit te mondtál, nem akartam ezt a részt akkor rá engedni, de most tudunk végre erről beszélgetni. Hogy ha a Fallout 76 volt az, amire úgy gondolták, hogy őket meg ki fogja rántani a szarból, nem hiszem, és a Fallout az, ami mondjuk így muzsikált, akkor mondjuk egy Starlink, ami teljesen új IP, arra mondjuk lehet bazírozni, hogy ez mondjuk akkora bevételt fog generálni, amit mondjuk Fallout hiányában lesz. Skyrim ugyanígy indult
senki sem gondolta, hogy ebből de az egy Elder Scrolls sorozat. A Fallout reboot is iszonyatosan jól sikerült. De az már egy Fallout volt, az már egy futóbrand volt. Meg egy Metal Gear, és mégis elbukott. Figyelj, ez egy jó csapat, nekem nem tetszik, én a narratívájukat nem szeretem, tehát az a veled szemben bámuló ronda karakterek elmondják, hogy iszonyatos a világ vége van, és ezt nekem el kell hinnem, az nem jön be, de játékmechanikában jók voltak. Én szerintem itt azt gondolták, hogy ezzel a Fallout-tal miből áll nekik ebből csinálni egy MMO-t, hiszen ugye azt fogod már csinálni, mint a Falloutokban, csak nem lesznek benne NPC-k, nagyon sok minden összeomlott, nem tudom mi volt az oka annak, hogy ezt így ki akarták adni, én félek, hogy a részvényesek elvárásai, remélem ebből tanulnak. Akkor nem viselték jól, azt látszik. A részvényesek? Hát mutatásd a maga. Hát senki sem, egyébként most is tart a balhé, azt hallottad, nem? Hogy most elcseszték a 29-es képarányra kijött patchet, mert a 29-et ugyan elérték, de valami 3D egy másik dolgot elkult a patch. Megolvastam ilyeneket, hogy a rajongók bukott követelnek vissza egy játékba, tehát szerintem ez így szépen keretbe zárja ezt az egész történetet. Igen. Na és akkor az utolsó kategóriánk jön, 2019 legjobban várt játéka. Itt az elég hosszú lista, de szerintem annyira nem kell puskáznunk, hogy igazából mi az, ami mondjuk a felhozatalból, de most a teljes igénye nélkül, tehát ilyenek vannak nekünk, mint Anthem, Days Gone, Devil May Cry 5, Gears 5, van egy Metro Exodusunk, Resident Evil 2 remake-ünk, és Sekiro-unk, vagy Sekiro, nem tudom pontosan, hogy ezt hogy mondják, Skull & Bones-t ígérnek év végére, az új Star Wars játékot, Last of Us 2 talán, meg Sinking City, ugye, ami az a Lovecraft játék lesz, ami talán beváltja azokat az ígéreteket, amit akkor nem tudott. Igen, meg talán jön a Ghost of Tsushima is. Azt szerintem nem lesz jövőre. Hát, itt a Sony nem jelentett be semmit. Nagy kérdés, hogy mit és hogy tartalékul a generációváltásig. Szerinted kijön a Last of Us 2 jövőre? Kizárólag a Sony múlik. Nem tudom, hogy áll a játék fejlesztése. Ugye olvastunk már róla pletykákat, hogy végigjátszható. Ugye tisztán látszik, hogy már veszik fel az átvezető mozikat. Látszott az E3-as prezentációban, hogy ez már egy működő történet, egyébként ez a Ghost of Tsushima-nál is látszott. Ez szerintem azon fog múlni, hogy a Sony a generáció váltásig, hogy akarja a sakbábukat a táblán tologatni. Ha lesz játék, amit el fognak tolni csak azért, hogy ne lehessen belekötni az Last of Us lesz, tehát azt nem fogják beáldozni egy piaci döntésnek azt a játékot, úgyhogy én szerintem azt akkor fogják hagyni, amikor azt mondja a Naughty Dog is, hogy részükről mehet. Nagyon örülnék, ha jövőre megjelenne, és talán ebből a listából ezt várom a legjobban. Meg nagyon érdekel a Sekiro, hogy a Dark Souls-osok hogy tudnak a komfortzónájukból kimozdulva. Azt mondom, az multiplatform lesz? Multiplatform. A Dark Souls-osok mondják a From Software-nél, vagy From Software-sek ugye mondják, hogy ők nagyon kikérik maguknak a Dark Souls összehasonlítás, és a Sekiro semmi köze nem hozzá. Lesz az. Nem, ez egy akciójáték. Én örülök, hogy kimozdultak a komfortzónából. Elvileg ezt tervezik a Gears of War 5-tel is. Tehát kicsit kinyílik állítólag a Gears of War, és olyan lesz, mint a God of War volt. Hogy... Ez egyébként tudatos, hogy Gears-ként hivatkoznak rá, és nem Gears of War-ként, mert mindenhol nem csak Gears van. De ez az Off War, ezt lehet, hogy el fogják engedni? Nem tudom, mit szeretnének. Az tisztán látszik, hogy a Microsoftnak a saját beállított franchise-ai kezdenek kikopni, meg megkopni. Ez miből látszik? Az eladási számokból. Tehát egy Gears of War azért pár évvel ezelőtt, mondjuk egy Gears of War 2, ez egy ilyen úristen, félvilág ezt várja. A legutolsó Gears of War egy átlagos eladás produkált. És szerintem a Halo-t is ezért tologatják, hogy ott vissza akarnak térni, mert az egy, most tudom, hogy te nem szereted, de az egy nagyon erős franchise, az volt az a franchise, ami a Microsoftot föltette a térképre. Én tudom, hogy az volt, csak nem tudom, hogy most az-e. Tehát nem tudom, hogyha most azt mondanák, hogy jön mondjuk egy új Xbox, egy Halo, valamire mindjárt el fogom majd kanyarodni ezután, hogy az megmozgatna hegyet, völgyet, vagy azt mondanák, hogy jó, de hát Halo-ból kaptunk már 8-at. Meg tud mozgatni, hogyha jó. Mert ebből a legutolsóból is elment több mint 5 millió, ami ahhoz képest nem rossz szám, hogy mekkora install base volt akkor még a Microsoftnak, amikor az a játék ugye piacra került. Én az Eldát tudom felhozni példának, az Elda az egy tök jó ismert franchise, mindenki azt gondolja, hogy a minden hülye Nintendo-s megvesz minden Zeldát, de ez nincs így. Ezek a Zeldák ilyen 4-5 millió példányban fogyogattak körülbelül, és ez egy tök jó eladás, mert egy réteg, nevezzük rétegjátéknak. De ott is az új arculat, meg ez az egész új koncepció, ez 10 milliós játéká
változtatta meg ezt a franchise-t, amire a Nintendo se számított. Hogyha kijön egy baromi jó Halo, és tud újat mutatni, amellett, hogy magával viszi azokat a dolgokat, amiket szerettünk benne, vagy a rajongók szeretnek benne, és lesz egy jó AI benne, ami szerintem a Halo óta nem volt egyetlen normális FPS-ben sem, akkor vissza tud térni. Tehát én nem hiszek abba, hogy egy franchise ne lehetne visszahozni, ha jó. Abban már nem hiszek, hogy egy átszkinezett Halo az meg fog mozgatni bármit is. Szerintem a Microsoft jelenlegi franchise listájában a Halo az egyetlen, amit system sellerként vissza lehetne hozni. Milyen kevés. De akkor arra mindjárt elfordulunk. Rezivel játszottam, nagyon tetszett, nagyon várom. Szeretem azokat a remake-eket, amik nem a kötelezőt hozzák, hanem játékmenetben is meg egy csomó mindenben mernek változtatni, és a Rezi az mindenben mert. Skulls & Bones nekem nem tetszik, tudom, nagyon várod. Kétszer játszottam vele. Jó kérdés. Days Gone. Nagy kérdőjel. Én azt nagyon várom. Nagyon kíváncsi vagyok rá, mert amiket egyébként te is meséltél az E3-on, mit láttál, hogy egyébként sokkal mélyebb a gameplay, mint ami az eddig E3-as gameplayekből látszott. Igen, ami látszik rajta, hogy picit azért kopik. Nem a gameplay, hanem úgy a képi világa. Tehát, hogy most, hogy megjelentek ezek a játékok, úgy kicsit egy ilyen szürke egérnek tűnik vizuál szempontjából. Red Dead 2 mellé téve vagy? Red Dead, vagy akár egy Uncharted, vagy egy Tsushima, vagy egy bármi mellé téve. De ugye ezt az a stúdió csinálja, aki a kézikonzolos Uncharted-et készítette, ez az első ilyen komolyabb nagy játékuk. Örülnék, ha jó lenne, és az Anthemnek úgy szintén, mert ha az Anthem nem sikerül, akkor a BioWare-nek szerintem nagyjából lőttek. Star Wars, hát jó kérdés. Bízom a Respawnban. Reméljük, hogy legközelebb, amikor beszélnek róla, akkor legalább a színpadra felhagy az űrgép mondani valamit. Igen, de jó, de ez ilyen szokásos ilyés sajtótájékoztató volt. Hát figyelj, én most megmondom őszintén, hogy ebből a listából... Hát, hogyha jövőre kijön. De leginkább kíváncsi a Sekiro-ra. Tudom, mi a borzasztó az, hogy te nekik itt voltál az E3-as, most beszélsz ezekről a játékokról. De a Death Stranding is megjelenhet. Nem tűnsz úgy, mintha el lennél ragadtatva ezektől a címektől. Szerintem jó címek lesznek. Tehát persze, de egyiknél sem látom azt a fajta vibe-ot, hogy úristen jönni fog, és ez így mindent földhöz fog vágni maga körül. Én a Last of Us-ban érzem azt, hogy ez hát egy nem biztos, hogy, az nem biztos, hogy ki a jövőre. Pont te mondtad, hogy majd akkor adják ki, hogyha a Naughty Dog-osok valószínűleg rábújtanak. Igen, nem tudjuk, de én azon se csodálkoznék, ha a Kojima játék esetleg megjelenne. Jó kérdés. Talán még megjelenik a Witcher-esek új játéka is, tehát ki tudja, hogy ezt mikor hát legyen. Én kizártnak tartom, hogy a Cyberpunk meg ebben a generációban meg fog én jelenni. Is azt hittem, de aztán ugye most kijöttek olyan hírek, hogy elvileg már végigjátszható. Tehát, hogy... Igen. Nagy kérdés, hogy most... azok az erőforrások, amik jelenleg rendelkezésre állnak konzol szinten, azok mennyire tudják az ő elképzeléseiket effektíve vizuális formában megjeleníteni a jelenlegi generációban, nem tudom. Hát az izgalmas. Én várom, én a Sekirót nagyon várom, meg a Last of Us nagyon várom. Hát nem is a Last of Us abszolút, de feltéve, hogy jövőre egyáltalán kijön, mert ugye 2019 legjobb játékáról beszélünk. Ha kijön 2019-ben, akkor Last of Us 2 abszolút. Tehát egy Naughty Dog játékról beszélünk. Hogy a Sony-nak nem csak egy Days Gone-ja lesz. Jó, és akkor még egyetlen topikra rámegyünk. Ez pedig az, hogy beszéljünk egy kicsit 2019-ről. Mert fog ez menni. Igen? Igen. Beszéljünk. Jó, igazából, amikor éppen nem kamera van előttünk, és nem nagyon tartalmas dolgokról beszélünk, akkor szoktunk arról értekezni, hogy mi várható jövőre, és az eddigi ebben a generációban tapasztaltak, azok milyen következő generációt prognosztizálnak, és főleg úgy, hogy most itt vagyunk már a kapujában, így hát izgalmas elgondolkodni azon, hogy ebből a helyzetből föl tud-e állni például a Microsoft, ráadásul úgy, hogy ez most az a generáció, ahol a Nintendo nagyon gyorsan be is fogja érni őket jövőre, nagyon úgy néz ki. Hát ugye most jöttek ki az adatok, és a jelenlegi eladások alapján a Nintendo sikeresebb, mint ugyanennyi idő alatt például a PlayStation 4. Igen, na most amikor mi ezt felvesszük, akkor ment ki a felános Other Side, és neki is feltettem ugyanezt a kérdést, mondott rá valamit, amivel most nem akarom a te véleményedet befolyásolni. Az érdekelne, hogy szerinted a Microsoft
ugyanebből az állapotból fel tud-e állni ezekkel a brendekkel, amik vannak neki, és ezekkel a stúdiókkal, amik jelenleg vannak neki. Majdnem 10 stúdiója van a Microsoftnak, jelenleg a felvásároltakkal együtt. Nekem, erről beszéltünk már, jelenleg ugye a Sony iszonyatosan vezet. Tehát 80 millió fölötti eladott gép. 90-en is tudnak már, nem? Lehet. A 84-re emlékszem utoljára, amit bejelentettek, de lehet, hogy azóta volt egy újabb bejelentés. A Sony malmára az hajtja a vizet, hogy ebben a generációban olyan játékokkal tudtak megjelenni, és olyan intenzitással, aminek a következő epizódjait szerintem tűkönülve várja egy egész gamer horda. Mert mindenki szeretne játszani Pokémon 2-vel, mindenki szeretne játszani az új God of War-ral, mindenki várja majd a Last of Us folytatását, ha esetleg nem zárják, de nem hiszem, hogy a Naughty Dog-ot. Mondjuk a Naughty Dog bármit csinál, azt úgyis mindenki fogja várni. Ki tudja, milyen lesz a Ghost of Tsushima, de valószínűleg az is egy olyan új franchise lesz, amit megint sokat. Tehát, hogy neki lesz egy olyan előnye, hogy ő már kézbrendekkel várja a következő generációt Horizon Zero Dawn. Tudja, hogy készül a folytatás. Rengetegen fogják. Hallottam már híreket róla. Tehát ők megágyaztak a következő generációnak ebben a generációban. A Microsoft ezt nem tette meg, mert nem tudta megtenni, mert nem volt mivel megágyaznia. Azzal a maréknyi franchise-ral dolgozik, amivel az előző előtti generáció megvetette a lábát a piacon. Gears of War, Forza, Halo, Crackdown-t azt szerintem hagyjuk is. Ezek közül a Halo meglátjuk, Gears of War nagy kérdés, de ők nem tudtak megágyazni. Ugye mi történt? Rájöttek arra, hogy gáz van, rájöttek arra, hogy a Nintendo és a Sony nyilvánvalóan amellett, hogy jó hardvereket gyártottak, az exkluzív címeikkel azért megszemélyesítették a saját platformjukat. A Microsoftnak ez egyelőre nem sikerült. Egyetlen egy félelmem van, hogy azok a stúdiók, amiket felvásároltak, azok lehet, hogy tudnak csinálni jó játékokat, de system seller játékot ezek közül szerintem nem sok stúdió fog tudni letenni az asztalra. Itt felmerül az például, hogy az Obsidiannak azért az életművében bent van egy olyan, mint egy Knights of the Old Republic 2, benne van egy olyan, mint egy Fallout New Vegas. Nem tudom elképzelni, hogy az Obsidian készít egy olyan RPG-t, amiből 5-7-8-10 millió elfogy, és hogy ez annyira jó lesz, hogy ez a rábírja a jelenlegi PlayStation tulajdonosok valamelyikét is, hogy platformot váltson. Vagy platformot váltson. Ugye amikor elindult ez az új generáció, akkor a Microsoft ott kalkulálta rá magát, hogy rengetegen mentek. Hát az első pár hónapban az előző Xboxot használóknak több mint a 30%-a a PlayStation mellett tette le a Voxot. Amire ők nem gondoltak, ők azt gondolták, hogy a márka hűség az valamennyire erős az amerikai vásárlókban, hogy ez nem következhet be. Uh-huh. De bekövetkezett. És nem tudom elképzelni az Obsidianról, hogy csinálja a játékot, ami miatt ez a rettentő erős, most ugye új generáció, nem mindig a korbázisból induljunk ki, mert azok fogják az elején eldönteni, hogy melyik platformot választják. És nem nagyon érzek érvet a Microsoft platformja mellett, mint gamer. Uh-huh. Mert nincs rá God of War, nincs rá Last of Us, nincs rá Uncharted, nincs rá Death Stranding, nincs rá Ghost of Tsushima, nincs rá Quantic Dream játék. Tehát ha belegondolsz, én 10-es nagyságrendben tudod összeszedni azokat a játékokat, amik ebben a generációban nem a kötelezőt hozták, hanem vagy szintet léptek, vagy az év legjobbja volt. És a Microsoft ezt nem tudta megcsinálni. Tehát mi lesz szerinted az érve mellett, hogy a Microsoft konzolja mellett mondjuk egy jelenlegi PlayStation user döntsön? Azt a Nintendo az más kategória, én azt gondolom, hogy a Nintendo egy nagyon jó második konzol, és szerintem a Nintendo egyik sikere amellett, hogy a casual, ahogy eddig is szokott, letette mellette a Voxot, rengeteg core gamer vette meg magának a PlayStation mellé második konzolnak, és az Xboxosok is. Tehát ez egy tök más liga. Lehet ütni verni a Nintendo-t, de ez nem a legjobb gateway platform. Abszolút. Én azt látom igazából kicsit még aknás területnek, hogy amit te is mondasz, hogy ez az identitás probléma, hogy nem tudsz, de nem társult egy erős kép az Xbox mellé. Még hogyha a PlayStation-ről beszélsz, akkor azért úgy az, hogy felmerül benned az, hogy mondjuk ez egy létező, jól működő ökoszisztéma.
Új a játékok ellátottságában, a PlayStation Store teljesen jól működik, mert az előző generációban nem így volt. Játékok minőségében. Teljesen jó akciók vannak. Egyébként a Hitman 2 volt leárazva most féláron PlayStation-ra, mert utána néztem, és a Steam-en se Xbox-on nem volt ennek híre nyoma sem. Nem, akcióban is nagyon jó. Úgyhogy tök jó dílek vannak, igaz, hogy nincsen Game Pass, de ezekkel az akciókkal teljesen jó ki lehet jönni vele. Valahogy nekem ezek a... Ezzel a Game Pass-szel sem nagyon tudom, hogy... Miért jó ez az olyan, mintha egy ilyen kibővített gold tagság. A Game Pass ez annak jó, hogyha van egy családod, és veszel egy Xboxot, és nem akarsz igazán költeni játékokra, de a gyerek szeret játszani, és előfizet neki, és minden hónapban 100 játék közül választhat. De ez nem az a fajta szolgáltatás, amit igazából a Nintendo-ból néznél ki? Ez nem a casual játékosoknak igazából a... Nintendo-on... Abból azért nem nézem ki, a Nintendo el tudja adni $60 és a AAA címeit, még a Microsoft nem feltétlenül. Ez, tudod, nekik nem nagyon volt más választásuk ebben a generációban, mint szolgáltatásokból pénzt szerezni. Mivel a gép nem megy jól, éppen ezért a játékok sem mennek annyira jó rajta, a saját stúdióik nem tudtak megújulni, és vagy nem is gyártottak játékokat, amiket felvásároltak, nem csináltak jó játékokat, tehát nekik a Live-ból, meg a Game Pass-ból, meg a szolgáltatásokból van a bevételük nagy része, a legnagyobb része. Tényleg a Rare-ről lehet tudni valamit, azok csinálnak most valamit? Hát ugye a Sea of Thieves-nek csinálták az összes DLC-jét. De ők már egy régóta kiherélt csapat, amik nem tudom milyen szerepet töltenek be ebbe az egész Microsoftos üstben. Úgyhogy nekem ez a bajom, nem tudom a felám mit mondott, de én szerintem ő is hasonlóan láthatja a helyzetet, hogy ez nem egy egyszerű történet ebből a csávából kimászni, és a Sony tényleg jól csinálja, és hogyha a Sony nem, ha csak ezeket ebben a generációban bejáratott brendjeiket, nek a következő részét garantálják a következő generációra, akkor az már 10, de inkább 15 baromi jó játék. De 10 biztos, amivel én akarok játszani. Nem tudok egy olyan Microsoft játékot mondani a Halo-n kívül, de azt is inkább már csak kíváncsiságból, amit úgy nagyon várnék, vagy aminek úgy nagyon várom a folytatását a Microsoft platformján. De mert sok minden változhat, azért ez most egy sokkal jobban lejátszott történetnek érzem, mint az előző generációváltást. Mert a következő generációváltást? A következő generációváltást. Ami egyébként, hogyha jól megy, akkor 20-ban? Aha. Az úgy reálisan tervezhető? Hát nézd. Nyilván nem ígérgetünk, tehát nem erről van szó, csak hogy mégis. Ebből az embomból is azt mondom, hogy a Sony jól csinálta. A Sony jelenleg egy alap PlayStation-nel olyan képi világot és olyan stabil képfrissítést tud garantálni, amihez egy Xbox usernek egy Xbox One X-et kell vásárolni, mert az alap Xboxon egyszerűen katasztrofálisan futnak a játékok nagy része. Nem hiszem, hogy a Sony-t hajtja, tehát a Sony szerintem ezzel a generációval el lett volna még, a Microsoftot hajtja ugye ez az egész... Azért kérdeztem ezt a 20-as dolgot, mert ugye kikerült az IGN-en egy hír, hogy 2020-ig 4 Xbox-nak a bevezetését tervezik, 4 új Xbox-nak, amiről nagyon nehéz elképzelni, hogy ebben már ne legyen része a következő generációs konzol. Hát most így tudod konzolt kiadni, kijön egy S-verzió, kijön egy verzió, mert nincsen Drive, az is már egy Xbox, kijön egy olyan, ami vékonyabb, de van benne. Tehát itt ugye a következő generációban tervezik, hogy lehet, hogy kijön egy olyan, csak streamelni lehet. Tehát hogy kijön 4 Xbox, az nem jelent semmit. Ha csak kijön 2 új, ami egyikben van lemez, a másikban nincs fizikális adathordozónak hely, akkor az már 2. Igazából ezzel az a baj, hogy ha kijön 4 Xbox, és még vannak a jelenlegek, 6 polc helyet foglalnak el. Melyik az az őrült ítéler, aki egy nem túl jó folyó konzolnak 6 polc helyet biztosít, vagy 6 raklapot egy áruházban. Tehát, hogy meglátjuk. Nagyon remélem, hogy a felvásárlások között lesznek jó játékok, de tényleg nem hiszem, hogy ezek között bárki System Seller játékot tudna letenni az asztalra, és egy olyan minőséggel jelenjen meg, ami mondjuk egy Sony First Party fejlesztő ma le tud tenni az asztalra. Hát, hogy a 2020-ban tényleg meg fog történni a generációváltás, akkor viszont 19. arany mazsiban ki fogjuk még azt beszélni, mert akkor nyilván már okosabbak leszünk ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy benned maradt-e még bármilyen kimondatlan szó 19-re, vagy akár... Nem tudom. Gyertek srácok ide, és hallgassatok Skandináv Rock zenét. Na jó, akkor nagyon elszabadulna Sasa. Akkor ez volt a 19-ben életed, ez volt a 18-as aranymazsi.
Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltatok. És hát, hogyha kikerül ez az anyag karácsonyig, igen, azért remélem, hogy addig megvágom. Nem tudom, észrevettétek, hogy 4K-ban vettük? 4K-ban vettük. Aha. Megnézték az orszőrödet, meg mindent. Tök jó. Na, úgyhogy szerencsések vagytok. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltatok. Ezt tudom, megfésülködök, basszus. Az orrodat? Van erre különböző. Csinálunk egy kis praktikák videókat. Úgyis a lifestyle-t szokták reklamálni, nálunk nincs egy lifestyle content, orszörnyírás, ingyen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet, és találkozunk januárban majd az Other Side-dal, illetve hogy közeleg az E3, szerintem fogunk még mindenképpen Sasával is egyre valószínűbben ütközni, így élőben. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok. Sziasztok. Tök jó volt.